száraz lomb az ágról, ünneplés lesz a gyászból, ha szabad lesz a szív. Oh! Szent vagy, szent vagy, hideg lelkem, szívem elvisz szépségedben, irgalmad lett reménység. Az első hirdetésem jövő hét pénteken, jövő hét szombaton, Hajdúsámsonban 4 órától lesz egy ifjúsági alkalom. Nagy szeretettel várnak minket a testvérek. És jövő hét pénteken a pásztorkör szervezésében is lesz egy ifjúsági alkalom 18 órától, itt ezen a helyen. Szeretettel várunk mindenkit. Áron fogja hirdetni az igét, és a baptista tesók fogják a dicsőítést rendezni. És tudjátok, jó együtt dicsérni az Urat, akár idősebb vagy, akár fiatalabb vagy, mert egy család vagyunk. És ezáltal szeretném hívni Sanyit és Irénkét. Meg szeretnének osztani veletek valamit. Fogadjátok szeretettel. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. És valóban, ahogy mondta a mi fiatal szolgatásunk, készen kell lenni minden időben. Ugyanis József pásztorunk most kért meg bennünket, hogy egy pár gondolatban osszuk meg veletek azt a megtapasztalásunkat, amit tegnap megéltünk. Budapesten voltunk Sanyival, ugye Magyarországon működik a Nemzeti Profétai Mozgalom, és azon belül pedig az Alabástrom projekt, biztos sokan tudtak róla, ismeritek ezt a tulajdonképpen a Covid időszakában létrejött szolgálatot, amikor minden szerda este 7 órától csatlakozunk mi be, de 8 órakor kezdődik az adás a YouTube-on, és egész este dicsőítés megy, proféciák hangoznak el, illetve pásztorok gondolatokat osztanak meg, míg Zoom szobákban pedig imacsoport működik, illetve olyan szolgálattevők, akikhez bekapcsolódnak aztán kívülről egy linken keresztül emberek, és proféciával, imával, bátorítással szolgálunk feléjük. És tegnap este, illetve tegnapi nap folyamán egy olyan fantasztikus alkalmunk volt, amin ott volt József pásztorunk is, és mi ketten, az Alabástrom projektnek a rendezésében, amikor a parlamentbe, a parlamenti imacsoportnak a vezetője, Vejke Imre meghívta a csapatot, kb. 220-an voltunk ott, pásztorok és szolgálattevők, és ami a legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy a főrendházi terembe jöttünk össze, abba a terembe, ahol a képviselők hozzák a különféle törvényeket. Na most gondoljátok el, hogy 220-230 Szent Szellemmel telt keresztény, amikor bemegy, és egész nap imádkoztunk, dicsőítettünk hangszerek nélkül, mert ahhoz nem járultak hozzá, hogy hangszeres dicsőítés is legyen. A szívünk húrjait pengedtük meg Istennek. És fantasztikus alkalmunk volt. A délelőtt folyamán ott volt Nick Vujicic közöttünk, aki nagyon bátorította a csapatot, és megosztott egy-két olyan látást, ami teljesen beleilleszkedik abban a látásban, amiről József pásztor is szokott nekünk beszélni, hogy Magyarországon, hogy történnek a dolgok. És neki volt egy gondolata, ami nagyon-nagyon megérintett, hogy ide le is írtam egyébként, hogy azért vagyunk itt,
hogy azt mondjuk az ördögnek, hogy állj. Miért vagyunk itt fiatalok, kedves testvéreim, hogy azt mondjuk az ördögnek, hogy állj. Amen. Sharon Stone proféta asszony volt még közöttünk, aki nyilván igéből is szolgált profétát, és személyes proféciák most nem hangoztak el, hanem inkább bátorított bennünket abban az üzenetben, ami elhangzott, és természetesen a magyar szolgálattevők is szolgáltak. Tehát ez az egész nap át volt hidalva Istennek a kijelentéseivel, Istennek a csodájával, és ami a legfantasztikusabb volt, hogy nagyon sokat imádkoztunk. Nagyon sokat imádkoztunk. És ami Sharon kimondott, az is nagyon-nagyon fontos volt, mert az a mondat, ami elhangzott, ideért a magamnak, hogy amit a menny elkezd, azt a pokol nem tudja megállítani. És ezt áttesszük a mi gyülekezetünkre. Isten ezt a gyülekezetet apostoli gyülekezetnek hívta el. Ezt a menny kezdte el. Megpróbálta nagyon sokszor megállítani a sátán, de nem tudja megállítani, és még egy gondolat ugyaninnen, hogy Isten ereje nem lehetőség, hanem szükséges az életünkbe. Azért, mert a feltámadás ereje van bennünk. És amikor ezt megértjük, hogy nem egy lehetőség Istennek az ereje számunkra, hanem az a drága Szent Szellem él bennünk, aki feltámasztotta názareti Úr Jézus Krisztust a halálból, aki bennünket is újjászült, hogy új teremtések legyünk, és a Szentlélek bennünk van. Nem visszaélni kell az ő csodájával és a bennünk lévő munkájával, hanem élni kell vele. Nagyon-nagyon hálás vagyok a tegnapi napért. Nagyon. És tudjátok, azért is csodálatos ez, mert mi nagyon sokan ott ugye Zoomon keresztül online kapcsolódunk. Tehát személyesen ott mi nem találkozunk, amikor szolgálunk. És ilyenkor van lehetőség arra, amiről József pásztor is, amikor az erőről beszélt, a közösség gyakorlásáról. Itt személyesen is tudtunk a közösséget gyakorolni azokkal a testvérekkel, akikkel meg nagyon sokan, sokszor online találkozunk. Nagyon fontos a közösség, nagyon fontos a csapatmunka, és hiszem, hogy a mi gyülekezetünknek is ez az egyik tartó pillére, amit József ugye csodálatosan az igéjébe kivontott, hogy szükségünk van a közösségre, szükségünk van egymásra, és Magyarországnak szüksége van a hívő embereknek az imáira, közbeni járására, szüksége van az őrállásra, szüksége van a szolgálati ajándékoknak a működésére. Több képviselő is jelen volt egyébként az alkalmon, volt, aki pár gondolatot osztott meg, volt, aki nem. Azok közül, a testvérek közül, akik a parlamenti imacsoportban ott vannak, annyit kell azért tudni róluk, hogy ők minden reggel összejönnek. És felekezetre való tekintet nélkül több mint 30-an, és imádkoznak a nemzetünkért, imádkoznak a politikusokért, és hogy nem kritizálnom kell őket, higgyétek el, mert emberek ők is, mint mi is. És nincs ember, aki ne botolna meg, de imádkozni tudunk értük. Úgyhogy számomra ez egy fantasztikus és csodálatos nap volt, amit Isten az ő drága erejével, kenetével, szellemével hatalmasan felkent és megáldott. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Én egy picit visszább kanyarodnék. Azt mondja Isten igéje, hogy amíg a profitákon keresztül ki nem jelent valamit, addig nem fog cselekedni. És én így 2018-ra kanyarodnék vissza, amikor az ország vezető, illetve maga az ország kapott egy proféciát, ami arról szól, hogy Isten hallja az ő dicsőítőit, imádóit, hogy a parlament épületébe, a magyar kormánynak az épületébe imádják az Istent. És azt mondta ez a 2018-as profécia a Magyarország vezetőjének, hogy ha meghívod a dicsőítőket, és az imádatnak a szelleme fog kiáradni ott a házba, akkor meg fogom áldani Magyarországot. És robbanásszerűen be fog indulni a gazdaság. És ez a tegnapi nap, ez volt ennek a beteljesülése, ennek a 2018-as proféciának. És ahogy Irénk említette, tehát ezáltal a profitai csapatot, az ország profitai csapatát hívta meg, amit az Alabástrom vagy a Nemzetközi Profitai Mozgalom fog össze. Tehát gyakorlatilag meghívta a kormány épületébe, és Isten kaput nyitott, mert ez lehetetlen volt még 2018-ban, de gyakorlatilag Isten kaput nyitott, hogy az ország profitai csapata be tudjon menni, és ott tudja imádni az imádókkal, dicsőítőkkel együtt, és
Isten egyértelműen ott volt, de ahogy a Hámori Attila ott említette, nem volt olyan természet fölötti jelenléte, mint amit úgy általában vár az ember egy ilyen alkalomnál, de Isten szólt hozzá, hogy nem azért vagytok ott, hogy ti jól érezzétek magatokat, hanem azért, hogy amit itt elterveztem, az véghez menjen. És ott gyakorlatilag hatalmas profitai imák, profitai kijelentések mentek ki, ami hiszem, hogy beindította, aktivizálta, elindította az országunkban mindazt az áldást, amit Isten véghez akar vinni. És hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége volt ennek a szellemvilágban, és még néhány gondolat esetleg az imádatnál gyakran próbáljuk kitupírozni mindenféle effektekkel, fényekkel és minden egyéb technikával, és itt mikor 220 ember szó szerint csak a szívének a hújjaival imádta Istent. Olyan volt az mint egy sok víznek az zúgása. És hát nagyon nagy erővel kiment, és szívből jött ki, és egyszerű volt, de mégis csodálatos, és Isten jelenléte ott volt, de mondom, nem olyan módon, ahogy elválna az ember, hogy valami természet fölötti, ahogy még nem tapasztaltuk meg, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy amit ott ki kellett hirdetni, az kiment, és nagyon erőteljes volt akár a Nicknek az imája, és Sharonnak is, és minden egyes ima, és én hiszem, hogy ezt elvégezte, amiért Isten kaput nyitott a profétai csoportnak ott, vagy a profétáknak, a magyarországi profétáknak, elvégezte, és fog jönni az áttörés, és várjuk a gazdasági áttörést, és minden területen, ami hiszem, hogy már Isten elkészítette, és ez ki is lett hirdetve Jézus nevében. Amen. Köszönjük szépen. Jó hallani, hogy az Úr cselekszik az országunkba. Jó azt tudni, hogy cselekszik az életünkben, és jó azt tudni, hogy Isten cselekszik a gyülekezeteinkben. És egy odaadó szívű férfit hívok most ki, aki meg szeretne osztani igazából, én úgy élem, egy örömhírt, amit megtapasztalnak ott az ő életükben, ahol járnak és kelnek. Miklós, gyere, kérlek. Jó itt állni elő. Igazából csak pár embernek dicsekedtem el azzal a munkával, amit Isten végez Siófokon, és azt mondták, hogy hát ez olyan hír, amit meg kell, hogy osszak a gyülekezettel. Tehát én nagyon örömmel hallom azt, hogy Isten micsoda hatalmas dolgokat készít elő, és hitem van arra, hogy Isten valami hatalmas dolgot indított el. Lássátok, Asbury a nagy ébredés, ami ott kitört, és én hiszem azt, hogy a világon mindenhol Isten most hatalmas dolgokat akar csinálni. És rendkívül hálás vagyok Istennek azért, hogy egy nagyon pici gyülekezettel kezdte el Siófokon. Elképesztő, egyszerűen nem tudom szavakba önteni azt, amit Isten csinál köztünk. Valamikor december közepe körül arra lettem figyelmes, hogy hatalmas módon megnő a kenet. De nem tudom, hogy. És emberek tértek meg. Elveszett bárányok jöttek vissza. Majdnem megduplázódott a gyülekezetbe járók létszáma. Visszaraktuk a székeket, amit Covid alatt kiraktunk. Lassan ott tartunk, hogy nem férünk el a terembe. Dicsőítésnek az első dalánál leszáll a Szent Lélek, és megfekteti az egész gyülekezetet. Nem csekély csodák, gyógyulások történnek. És olyan hatalmas kenet van, hogy egyszerűen nem tudom szavakba önteni. Elképesztő az, amit Isten csinál most nálunk. Négy embert már biztos, hogy meríteni fogunk, mi egy pici gyülekezet vagyunk. Tehát ez olyan, mintha innen 30 ember merítkezne be. Tehát én hiszem azt, hogy Isten cselekedni akar valamit. És hogy a titok mi, azt nem árulom el. De a böjtés, az ima, amit ugye a 21 napos böjtés ima, amit elkezdtünk, nagyon sokat lendített előre, és egyszerűen
egyszerűen beleálltunk ebbe a hullámba, és élvezzük Istennek a jelenlétét, azt a hatalmas kenetet, amit Isten kiáraszt. Különböző városokból járnak át, gyülekezetekből lógnak át hozzánk, éhes emberek. Hallom, amikor belépek a gyülekezetbe a korgó gyomrokat, a szellemi korgó gyomrokat. Hogy az éhes emberek jönnek és akarják Isten jelenlétét. És nem kell csinálnunk semmit, én ugyanaz vagyok, én nem változtam. A dicsőítés is ugyanaz, de valami más lett. Kaptunk egy olyan töltetet, egy olyan full bemerítkezést a Szentlélektől, amiben csak kinyitom a számot és kész annyi. Kimegy az ige és lesöpri az egész gyülekezetet. Rajtunk áll minden. Rajtunk áll minden. Köszönöm szépen! Köszönjük! Kérlek, álljatok fel! Dicsőíteni fogunk! Hallottátok a testvéreket, hogy őszintén elmondták, hogy Isten mit cselekszik az életükbe. És tudod, ma Isten cselekedni fog a te életedbe. Csak azt kell tennünk, hogy őszintén most oda megyünk hozzá, és átadunk mindent, ami történt velünk ezen a héten. És gyertek, adjunk hálát elsőnek, mielőtt elkezdjük a dicsőítést. Köszönjük Istenem, hogy Te itt vagy velünk. Köszönjük Atyám a bizonságokat, az, hogy Te cselekszel az életünkben. Köszönjük azt, hogy meghívhatunk Téged, Szent Szellem, hogy cselekedj most itt, Atyám, a gyülekezet életébe és az emberek életébe. Köszönöm, hogy Te akarsz hozzánk szólni. Köszönöm, hogy Te őszinte vagy velünk mindig, és köszönjük azt, hogy amikor most bemegyünk a Te jelenlétedbe, Atyám, emberek meggyógyulnak, megváltoznak, és köszönjük, hogy kapunk kijelentést, ami több, mint elég az életre, és köszönjük, Atyám, ez a név Jézus Krisztus. Jézus nevében. Amen. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emelkedszedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Dicsérünk együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérünk együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr helyére, vigasságnak lak helyére, újjongjunk, ő előtte táncoljunk, ő előtte az ő neve, az ő neve, ott lakik az Úr. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Emeld fel kezedet, nyisd meg a
a szívedet, mert ő a te szabadító. Hát gyertek, gyertek, most menjünk fel az Úr helyére, vigasságnak a helyére, ujjongjunk, ő előtte táncoljunk, ő előtte az ő neve, az ő neve, ott akik az Úr, gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fegyezetet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Emeld fegyezetet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Hát gyertek, gyertek, most menjünk fel az Úr hegyére, vigasságnak lakhelyére, ujjongjunk, ő előtte táncoljunk, ő előtte az ő neve, az ő neve, ott akik az Úr. Amen! Halleluja! Halleluja! Mert Jézus meghalt a Golgotán értem, ő legyőzte pokolt halál, ő, aki elvette a bűneimet, az ő ura ma örökké áll. Ő, aki legyőzte végleg a halál, és nincs többé hatalma már, Jézus a világnak dicső királya. Ő Júda oroszlánja, halleluja, halleluja, halleluja. Jézus az Úr, halleluja, halleluja, halleluja. Jézus az Úr, halleluja, halleluja, halleluja. Jézus az Úr, halleluja, halleluja, halleluja. Jézus az Úr.
közötti bára, mert Júda oroszlánja él. Nem lesz sírás és többé bánat, mert Júda oroszlánja él. Nem lesz sírás és többé bánat, mert ő a mi oldalunkon áll. Nem lesz sírás és többé bánat, mert Júda oroszlánja él. Halleluja! Hálát adunk neked azért, mert te királyá lettél, Uram, és megoltalmazod a te népedet, Uram. Akarunk téged követni, Uram, minden utunkban. Téged tenni az első helyre, minden helyzetben. Emlékszel még, ígértél valamit. Halleluja! És úgy éltél, mintha nem volna itt. De most újra szól, szeretsz-éj engem. Kegyelme hív, kövess és járj újból velem. Engedj Jézus az első helyre. Hallgass a hangot, mi először szíved talált. Engedj Jézust az első helyre újra. Csak ölé a trón, és nincs senki más. Szétszélett nyáj, sötét van és hideg. Csak tévútja volt mindenkinek. De most újra szól, ne félj, én vagyok. A szennyes ruhát vesd le, mert én újat adok. Engedj Jézust az első helyre újra. Hallgass a hangot, mi először szíved talált. Engedj Jézust az első helyre újra. Csak ölé a trón, és nincs senki más. Engedj Jézust az első helyre újra. Hallgass a hangot, mi először szíved talált. Engedj Jézust az első helyre újra. Csak ölé a trón, és nincs senki más. Csak ölé a trón, és nincs senki más. Csak ölé a trón, és nincs senki más. Csak övé a trón, és nincs senki más. Emlékszel még,
azt a helyet, vágyunk érezni nagy erődet, erődet. Lobbanj lángra szívemet, oldalodra hadd tegyem, menjen együtt éneklem, a dicsőség legyen tiéd. Lobbanj lángra szívemet, oldalodra hadd tegyem, menjen együtt éneklem, a dicsőség legyen tiéd. Előtted megállok, csak rászonyozom, várunk rád, várunk rád. Tűzs be ezt a helyet, vágyunk érezni nagy erődet, erődet. Lobbansd lángra szívemet, oldalodra hadd tegyem, menjen együtt éneklem, a dicsőség legyen tiéd. Lobbanj lángra szívemet, oltárodra hadd tegyem, menjen együtt éneklem, a dicsőség legyen tiéd. És nincs senki más.
tövé a trón. És nincs senki más, csak tövé a trón. És nincs senki más. Emlékszel még, ígértél valamit. Te fogtad két kezem, mióta megszülettem. Én Uram, Te őzöd életem, vigyázod létemet, mert terved van velem. Én Uram, Te adtad életem, két kezem, mióta megszülettem. Én Uram, Te őrzöd életem, vigyázod lépemet, mert terved van velem. Ezért áldlak, imádlak, segíts, hogy mindent tettem téged dicsérjen, amíg élek, Istenem, áldlak, imádlak, Te vagy már megváltom és megtartom, csak általam élek. Vezetős vényeden, mióta megszülettem. Én Uram, világítasz nekem, hogy fényed lehessek, ez a terhel én velem. Ezért áldlak, imádlak, segíts, hogy mindent tettem téged dicsérjen, amíg élek, Istenem, áldlak, imádlak, Te vagy már megváltó és megtartó, csak általam élek, Istenem. Hallelujah, velem vagy.
segíts, hogy minden tettem téged dicsérjen, amíg élek, Istenem áldlak. Imádlak, te vagy már megváltom és megtartom, csak általad élek. Akkor éjjel megjelent Gideonban az Úr Salamonnak álmába, és azt mondta: Isten, kér valamit, és én megadom neked. Salamon azt mondta, hogy adj engedelmes szívet, Istenem, hogy téged tudjalak mindig követni. Neked Istenre van szükséged. És még egy dicsőítést fogunk énekelni. És kérlek, tedd oda a szíved. Salamon azt mondta, hogy Atyám, segíts, mert én egyedül nem tudom kormányozni a népet, ami olyan sok, és annyira hatalmas. Tudod, hogy Isten királyságába tartozol, ami nagy felelősséggel jár. És tudod, ki vagyunk választva. Ez egy történet a Bibliából. De ott van a te történeted is, amit Isten ír, és át akarja venni az irányítás a kezedből. És most tedd oda a szíved, kérlek, azért, hogy őszintén meghalld, hogy hogyan is vélekedik rólad. Ő szeret, és tovább fog vinni azon az úton, amin jársz, kelsz. Azért, mert ő már elküldte az egyszülött fiát, ki nem csak meghalt, hanem feltámadt úgy, hogy nem követett el bűnt. Amen. A kezdet előtt te voltál, az örök idő benned áll. Mozdult a föld, mert te szóltál, a lelkem kíván. Hogy mit hoz a sorsom, te láttad, és keresztre vitt a szíved. Bűnöm ott nyomta a vállad, a lelkem tied. Hát mit mondhatnék, és mit tehetnék? Hisz csak ez a szívem van, legyen hát tiéd. Utam a te üdvösséged, Szent Szellemed él bennem. Ígéreted által élek, csodálom szíved. Hát mit mondhatnék, és mit tehetnék? Csak ez a szívem van, legyen hát tiéd. Hát mit mondhatnék,
legyen hát tiéd. Állok. Állok, a szívem felét kitárom, nézem, ki értem lett szegény. Állok, a lelkem most neked ajánlom, tiéd vagyok. Állok, állok, a szívem felét kitárom, nézem, ki értem lett szegény. Most neked ajánlom, tiéd vagyok. Állok, a szívem felét kitárom, nézel, ki értem lett szegény. Állok, a lelkem most neked ajánlom, felét kitárom, nézem, ki értem lett szegény. Állok, a lelkem most neked ajánlom, tiéd vagyok. Azért mondtam el ezt a történetet, hogy tudd, hogy fontos vagy Istennek. És azt mondta Salamon a végén, hogy atyám, megteszem. És tudod, ő megadta mindazt neki, amit kért, több, mint amit kért. És jöttek ima kérések, felsorolnám őket. Kuti, Zoé, 1 éves. Másodjára került kórházba magas láz miatt. Hunyadiné, Aranyász, Renáta, Merrák, és gyógyulás és megtérést sért kérnek imád. 20 éves. Böszörményi, Romina, 29 hétre jött a világra, imád kérnek, hogy minél hamarabb haza kerülhessen a kórházból, hogy fizikailag és szellemileg is legyen rendben. Én hiszem, hogy Isten neked ez képessége, és téged is akar használni. Keresztény tesóink, Balog Zoli és felesége, Jutka is kér imát, szellemi frissességért Zolinak és Jutkának, lábizületei fájnak. Nyújjon be Isten az életükbe. 39 éves Tóth Erzsike néni, Covidos gyógyulásért és megtérésért kérnek imád. Tudjátok, egy testvér anyukája. Csodálatos, hogy Isten használni akar bennünket. Oláné Katika kér imád, fáj a hasa és nagyon gyenge. És a gyerekek agresszív influenzába szenvednek. Tudjátok, Salamon azért mondta, hogy adj nekem engedelmes szíved, hogy meg tudja tenni mindazt, amit Isten rábízott. Most Isten ránk bízta azt, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért. És kérlek, vigyük őket most az Úrhoz. Teljes szívvel. Atyám, köszönöm, hogy te látod, hogy
hogy kinek, atyám, milyen betegsége van. Köszönöm, atyám, hogy te vagy a gyógyító, szabadító, és köszönjük, hogy kijelentjük a Jézus nevét, atyám, hogy gyógyulást szólunk rájuk, szabadulást, atyám, megismerést, téged, megtérést, atyám. Köszönjük azt, hogy amikor imádkozunk, akkor te változtatod az ő életüket. Köszönjük, atyám, hogy gyógyítod őket. Köszönjük, atyám, azt, hogy amikor hozzád jövünk, akkor te meghallgatsz. Köszönjük, atyám, hogy a testvéreink hozták, atyám, az imakéréseket. Köszönjük, atyám, hogy felvállalták, és köszönöm, atyám, azt, hogy amikor felvállaljuk, hogy gyengék vagyunk, akkor te megerősítesz, és erősíts meg őket így, atyám, és gyógyíts meg őket a Jézus nevében. Amen. Köszönöm, atyám, azt, hogy hozhatjuk eléd mindazt, amivel te minket megáldasz. Köszönjük, atyám, az anyagi helyzetünket. Köszönjük azt, hogy te felettén megáldasz minket. Köszönjük, hogy amikor rád nézünk, akkor megtaláljuk, hogy mindazt, amire nekünk szükségünk van, és az te vagy. És köszönjük, atyám, hogy amit te adtál nekünk, azt most visszatehetjük a Jézus nevében te hozzád. Amen. Kérlek, hozzátok mindazt, amit a Jóisten a szívetekre helyezett. Mint ő, a megölt bárány, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy királynak. Ki olyan, mint ő, a megölt bárány, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy királynak. Szívből imád, szívből imád, hol a feketétől, míg rád borul az éjjel. Szívből imád, minden nemzet, minden nép, minden angyal, minden szent áld őt. Ki olyan, mint ő, a győztes oroszlán, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy királynak. Ki olyan, mint ő, olyan, mint ő, a győztes oroszlán, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy királynak. Szívből imád, holnap feketétől, míg rád borul az éjjel. Imád, minden nemzet, minden nép, minden adja, minden szent át őt. Szeretnélek kérni valamire benneteket, mielőtt helyet foglaltok.
Menjetek oda valakihez, vagy hogyha hátrafordultok, magatok mellé fordultok, áldjatok meg valakit, jó? Aki ott áll mellettetek, kérdezd meg, hogy mondhatunk egy áldást rád, mondhatok egy jó kívánságot rád, vagy egyszerűen csak megfoghatom a kezedet, köszönöm a szolgálatodat is, őt a csapatnak. Nagyon jó. Ha ezt megtetted, utána helyet foglalsz nyugodtan. Köszönöm szépen. Egy-kettő. Jó. Nagyon örülök a rövid áldásoknak is, meg akinek jó sok áldása van, annak is örülök. Nyilván akinek rövid áldása volt, az egy csomagból tehát. Akinek hosszabb, az is csodálatos. Megvárjuk még. Mindenki átadja az áldást a másiknak. Vegyétek el az okostelefonokat, meg a jegyzetfüzeteket, mert szeretnék a fontos dátumokat hirdetni. Jó? A hír, rövid hírek következnek itt az élet híradóban. Akkor rövid hírek, jó? Bizonyára tudjátok már, hogy eljött Debrecen ideje, és az ez a nap nem Budapesten lesz az idén, hanem Debrecenben. Tavaly, akik voltatok, 35-40 ezer emberrel imádtuk Istent szinte egész délután, és Isten csodákat tett. Részben egy válasz, sok minden, amit akkor történt, ami most történik. Tehát június 10-ét mindenki piros betűvel írja be a naptárjába, mert ez az a szombati nap, amikor az először Debrecen történetében a Nagyerdei stadionban, ebben az új gyönyörű stadionban teljes délután és este hallatszani fog az evangélium, és egész délután Isten dicsérete lesz, és oda lesz számva ez az épület az Isten szolgálatára június 10-én. Jegyeket szeretném elmondani, hogy akik szeretnétek rajtunk keresztül jegyet vásárolni, mi kaptunk a debreceni gyülekezetek egy külön ajándékot, kedvezményt, ezért akik tőlünk rendelitek meg, azok sokkal olcsóbban fogjátok megkapni a jegyeket, az álló jegyeket, illetve az ülőhelyeket. Akik VIP jegyet akarnak, tehát pontosan a színpaddal szemben, azoknak külön kategória, egy kicsit drágább, de egyébként egy nagyon kedvező áron. Ezért aki kéri a jegyet már most, semmi más nem kell tennie, ne vásároljatok, hanem várjátok meg, megkapjuk a jegyeket, és akkor tőlünk vegyétek meg, ha azt akarjátok, de feliratkozni fel lehet, hogy álló jegyet kérsz, vagy pedig, tehát az álló jegy a küzdőtérre vonatkozik, a színpad elé, az ülőhelyek pedig természetesen a nézőtérre vonatkoznak. És aztán fogjátok kapni a jegyeket, jó? Kezdjétek el a megrendeléseket, évikénél lehet feliratkozni erre a rendelésre, és reményeim szerint egy-két héten belül oda is fogjuk tudni a jegyet adni mindenkinek. Itt az egész Debrecen Eklézsia rendelünk, itt több ezer jegyet fogunk rendelni egyszerre. És akkor így olcsóbb lesz. Okosak voltunk? Amen. Jó, oké. Okay. Az Úr legyen minden dicsőség. Jó, az Úr áldása van rajtunk, és tudtunk adni Ukrajnába egy jelentősebb segítséget. Amerikai barátaink, testvéreink a Sion gyülekezet Sacramentóból, illetve a helyi gyülekezet segítségével is, és most 2 hónapig 80 családot fogunk segíteni alapvető élelmiszerrel. El is ment az adomány, és egy kis rövid összefoglaló jött, egy kis nagyon rövid kép összefoglaló arról, hogy hogyan rakják össze a csomagokat, és viszik el a rászorulóknak. Most 2 hónapig elengedő lesz az alapvető élelmiszer 80 családnak. Az Úré legyen minden dicsőség, nézzétek! Thank you.
ilyen táskákba kapják az élelmiszer. Minden egyes alkalommal. És üdvözölnek benneteket a testvérek. Egy ilyen speciális kis raktárban állítják össze folyamatosan. Jó, ez már másodszor ment. Tehát egy nagyon rövid kis befoglaló. Adjunk egy tapsot Jézusnak. Minden egyes jószívű keresztényért, testvéreinkért, az amerikai testvéreinkért is, és folyamatosan fogjuk ezt tenni, más területeken is fogunk segíteni. Ezek közvetlenül oda jutnak a családokhoz. Tehát itt nincs közvetítő, hanem egyből mennek a családokhoz. Vagy kiviszik nekik személyesen oda az időseknek, vagy rászorulóknak, vagy pedig eljönnek ebbe a bázisba, és akkor ott átveszik mindig rendszeresen az élelmiszer csomagot. Nagyon nagy a szükség, mert most itt a határnál is rengeteg a menekült, nem csak akik átjöttek, hanem a túloldalon is nagyon sokan menekült. Akik elmenekültek a háborús részekről, azok nem mentek külföldre nagyon sokan, hanem itt vannak a beregszászi környezetben, és ott tudjuk őket segíteni. Nagyon sok a hölgy, a gyerek. Reméljük, hogy ebben az évben befejeződik a háború, mondjatok egy ámen. Szeretnék házi csoportokat elindítani, már részben el is indultak, Hajdúsámsonban indul egy új házi csoport, és a Duhatházon adjunk Istennek ezért tapsot, és gyertek ide, akkor szeretnék imádkozni a Janiért és a Másenkáért. Györgyi, nekem Másenka. Mondom, mindenkit elnevezek valami beszenével. Örültek annak, hogy ott imádkozni lehet, házi csoportba lehet járni most már, és egyre több ilyen fog indulni. Majdnem 40 emberre végezte el a kiscsoportos képzést, tehát számítok rá, hogy a következő alkalmakon indítanak testvérek csoportokat, kezdenek el kisebb-nagyobb csoportok elindulni, és nagyon hálásak vagyunk, hogy most ők indulhatnak. Nyújtsátok a kezeteket, és mondjunk egy áldást rájuk. Hajdúsámsonban indult át egy ilyen csoport, és Hajdúhatházon. Már részben is indítottak, csak szeretnénk az áldását, a gyülekezetek hangosan imádkozzatok, szeretném a gyülekezet áldását átadni nekik. És aztán én is szeretnék majd imádkozni. Köszönöm szépen. Adjuk át az áldást erre a munkára. Küldjük őket ki. Halleluja. Halleluja, Atyám, megáldjuk Györgyit az Úr Jézus nevében. Köszönöm neked, Uram, hogy hatalmasan betöltöd a te szellemeddel a családjával együtt. Itt az új feladat, itt az új indulás, és még több minden más is jön. Köszönöm, Uram, hogy a Szentlélek ereje, az Úrtól való ajándékok állnak rendelkezésedre, és Uram, úgy fújjuk meg a kürtöt, hogy induljon, menjen ez a csoport. Köszönöm már az első alkalmakat. Kérlek, vidd tovább ezt a csoport, építsd meg ezt a csoportot Isten dicsőségére, Jézus nevébe. Megáldjuk a hatházi csoportot is, köszönöm Uram, az ottani testvéreket, az ottani mozgolódást is, az ottani szenteket is, áld meg az összes gyülekezetet, és ezt a csoportot is, amit ránk bíztál, Jánoson keresztül, ő is legyen felszerelve minden olyan ajándékkal. Köszönöm, amit már megkapott, és még kapjon további ajándékokat. A Jézus Krisztus nevében kiküldünk benneteket a misszió mezőre, hogy végezzétek az Úr munkáját, foglalkozzatok az Isten szentjeivel, embereivel, és rajtotok keresztül legyenek pásztorolva ezek az emberek. Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldja meg benneteket. Köszönöm szépen. Van még egy hírem. Jelenleg úgy néz ki, hogy az épületünk akadálymentesítése hátulról történt meg, tehát hátulról lehetett bejönni, hogyha valaki mozgássérültként akarta látogatni a gyülekezetünket. Van egy jó hír, hogy egy pár héten belül elkészül az új mozgássérült lift, és a főbejárat felől is akadálymentesek leszünk teljesen. Halleluja. Dicsőség Istennek, tehát másokat is várunk szeretettel. És bejönnek, és meggyógyulnak, és akkor már nem lesz szükség rá, de majd aztán megint jönnek, mások azok használják, és akkor megint meggyógyulnak, és dicsőség Istennek. Köszönöm szépen az adományokat, úgy tudom, hogy jött rá adomány, és Isten nagyon áldja meg, ez egy nagyon nagy összeg, de minden forintot megéri, dicsőség Istennek, hogy segítsünk a testvéreinkkel. Hirdetek, jó? Szeretném hirdetni az alkalmakat. Először is fedezd fel az ajándékaidat kurzus,
március 18-án szombaton lesz, március 18-a szombat, az ugye most, ha jól tudom, tehát a mostani szombatról van szó, mostani szombaton 9:30-11-ig lesz a kiscsoportos továbbképzés, tehát olyan testvéreket várunk 9:30-11-ig most szombaton, akik már vezetnek valamilyen csoportot, tehát akár ima, házi csoportot, bármilyen csoportot, és szeretnének tovább épülni, tehát 9:30-11-ig most szombaton velük találkozunk, és 11 órakor most szombaton pedig elindul, ahogy hallottátok, a Fedezd fel az ajándékaidat képzés, ezt még SMS-ben mindenkinek ki fogom küldeni, hogy mindenki megkapja, és 11-13 óráig lesz majd ez a képzés. Tehát 11 órától, tehát folytatólagosan befejezzük a kiscsoportosokkal, és 11 órától 13 óráig lesz, majd a dátumokat is ki fogjuk írni, SMS-ben meg fogjátok kapni az értesítést, tehát ez elindul ez az alkalom, remélem mindenkinek jó lesz. A következő, március 24-én pénteken, tehát írjátok be, március 24-én pénteken, 18 órától itt a gyülekezetben, péntek este, indul a szabadulás-szabadítás kurzus. Tehát péntek este kb. 2 órás lesz az első alkalom. Tehát ez pénteken este, valószínű, hogy valamelyik fönti teremben lesz, majd még egyeztetek az ottani szolgálattevőkkel, hogy hova tudunk majd menni. Tehát március 24-én 18 órától szabadulás-szabadítás kurzus, erről is értesítést fogok küldeni mindenkinek, de írjátok be előre. És az utolsó, április 8-án fogjuk indítani a házasság problémáinak a megoldásai. Bár jelentkeztek olyanok, akik nem is élnek házasságban. Tapsoljuk meg őket, hogy milyen felkészült emberek akarnak lenni. Szóval mondtam nekik, hogy nagyon aranyosak vagytok, de várjuk meg, míg összeházasodtok valakivel. Utána lesz problémátok. Tessék? Nem baj, április 8-án lesz. És 9-11-ig lesz ez a képzés. Erről is mindenkit értesíteni fogunk. Tehát szombat délelőtt 9-11-ig. Ezeket kivetítjük, föltesszük, mindenkit értesítünk azért, hogy tudjátok ezeket az alkalmakat. Jó, köszönöm szépen. Most pedig nagyon röviden szeretnék beszélni a újabb forrásról, erőforrásról. Ugye, hogy az Abcsel 2.42-ben figyelitek, hogy az első gyülekezetnek Isten adott olyan forrásokat a keresztény emberek életébe, amit hétköznap is tudtak használni, és ebből erőt tudtak meríteni. Ugye mindannyian mondtunk áment, hogy a mostani keresztény életben is nagyon sok erőre van szükség. Ámen. Akinek nincsen erőforrása, az elgyengül, útszélre heveredik, nem jön a gyülekezetbe, ott gubbaszt, legrosszabb esetben csatlakozik egy ilyen keserű csoporthoz, akik bele vannak keseredve, mert keserű embereket vonzanak magukhoz. De a jó hír, hogy a Szentlélekkel teljes, boldog, örömteli emberek pedig szintén vonzanak magukhoz olyan embereket, akik ilyenek akarnak lenni. Mindenki ahhoz vonzódik, amilyen ő maga. Vagy szeretne lenni. Ezért nagyon csodálatos, hogy az ember hogyan mozog az életben. Nagyon lehet látni, hogy milyen a lelki állapotban. Tehát itt látjátok, hogy le van írva 4 erőforrás, amiből már 3-at vettünk. Soroljuk ezt fel. Jobban mondva 5 van. Észrevettem, hogy nem is 4, hanem 5 van. Majd az 5. lesz a meglepetés. Az első erőforrás mi volt? Ugye, akik figyeltetek, mondjatok, segítsetek nekem. Hát, ha elfelejtettem. Az apostolok tanítása. Ugye nagyon fontos, hogy minden vasárnapi igehirdetésből vigyél haza egy rémát. Amen. Vigyél haza egy olyat, amivel otthon tudsz imádkozni, otthon tudsz tovább, még utána nézel a Bibliából, még részletesebben annak, amiről itt beszéltünk, imádkozol azzal az igével, gondolkodol rajta, akkor te hazavitted az Isten igéjét, és forrás lesz az életedben. Nem csak vasárnap itt az Isten tiszteleten fog hozzád szólni, hanem java még hátra van. Otthon fog igazán dolgozni a szívedbe, az ige. Ha hazaviszel egy rémát, ez az apostolok tanítása. Mindig aktuális, mindig teli találat, és erő van benne is, ha hazaviszed, és további erő jön majd belőle. Egészen annyi, ami szükséged van ahhoz, hogy megcselekedjed, amit Isten igéje mond az életedben. Ez az első forrás. Dolgoztok rajta ma is? Odafigyeltek, hogy rémát vigyetek haza?
Oké. Mi a második forrás, amit igénybe vehetünk, hogy erőnk legyen, ne gyengüljünk el? A közösség, köszönöm, már hangosan mondjátok, nagyon hálás vagyok, a közösség. Tehát a gyülekezetek soha nem lesznek virtuálisak. Nagyon hálásak vagyunk az internet adta lehetőségét, mindenki mondjon áment. Hálásak vagyunk, hogy így is tarthatjuk a kapcsolatot, de soha ne helyettesítésként használjátok. Tehát ezek mind plusz lehetőségek. Arra való lehetőségek, hogy az ember használja ezeket, jó, hogy írhatunk egymásnak, kommunikálhatunk ilyen módon is, de soha nem helyettesíti az eredetit, az igazit. És éppen ezért a gyülekezetet senki ne higgye azt, hogy Isten lecserélte a élő hús-vér gyülekezetet, lecserélte virtuálisra. Ilyen nincs. Azt természetesen elfogadjuk, hogy van virtuális munkája az Istennek, hiszen az interneten is rengeteg emberrel tudunk beszélgetni, dolgozni, hallgatni tanításokat, stb. De soha nem helyettesíti a testi kapcsolatot, tehát az élő találkozás testvérrel. Megfoghatjuk a kezét, együtt énekelhetünk, együtt dicsérhetjük az Urat, együtt imádkozhatunk és közösségbe lehetünk egymással. Ez az igazi gyülekezet. Ez a közösség is. Ennek is ereje van. És nagyon szeretném, ha megértenétek, hogy ugyan nem tudsz építeni 400 emberrel kapcsolatot. Az lehetetlen. Legfeljebb köszönni tudsz. De 4-5 családa tudsz. És hogyha 4-5 családdal építel kapcsolatot, ami már közelebbi lesz, vagy eljársz egy házi csoportra, vagy egy ima csoportra, vagy valami másabb csoportra, ahol kisebb közösségek jönnek létre, vagy itt a gyülekezetben, például nagyon örülök, már egyre többen hívjátok meg ebédre is egymást. Nagy dolog. Konyhaművészet, megáldjátok egymást, ismerkedtek, kapcsolatot építettek. 4-5 emberrel szükséged van kapcsolatra. És akkor már a gyülekezetben nem csak úgy tartozol bele, hogy egy nagy egészben, hanem a kisebb sejt részével is kapcsolódó. És ezt a 4-5 családot megismered, kapcsolatot építesz, és meglátod, hogy mekkora erőforrás lesz az életedben, amikor beteg vagy, bajba vagy, nehézséged van, ezek az emberek fognak leginkább segíteni. Őket fogja a Szentlélek leginkább használni. Mert ismernek téged, kapcsolódnak hozzád, ezért a nagy gyülekezeteknek az az üzenet, hogy ne üljetek tétlenül, használjátok ki a forrást, építsetek kapcsolatot. Nem lehet mindenkivel, de kisebb közösségekben. És oda helyezi Isten a szívedre azt, hogy kivel és hogyan építsél kapcsolatot. Amen. Nagyon fontos. Legyenek fölfelé való kapcsolataitok és lefelé való kapcsolataitok, vagyis olyan kapcsolataitok, amit ti kezdeményeztek, azt mondjátok, hogy én szeretnék veled kapcsolódni, megismerkedni, szeretnék veled közösséget gyakorolni, meg engedjétek, hogy veletek is ezt megtegyék az emberek, vagyis ti hozzátok is oda menjenek emberek, és azt mondják, hogy kapcsolódnál hozzám, megismerkednél velem. Legyen nyitott erre. Legyen nyitott arra, hogy te is kezdeményezzél, akikkel te szeretnél, és legyen nyitott arra, hogy akik veled szeretnének kapcsolatot építeni, ők is kapcsolatot építhessenek. Oké? Ez a második erőforrás. Melyik a harmadik erőforrás? Az úrvacsora. Ugye a pásztorszavában szolgáltam erről, hogy az úrvacsora gyakorlatban mekkora erőforrás. Hallgassátok meg, akik azt nem néztétek meg. És ott elmondom 5 pontban, 5 gyakorlati pontban, hogy hogyan jön az erő az úrvacsorából. Tehát akik rendszeresen hittel, őszinte szívvel úrvacsoráznak, hatalmas erőt kapnak Istentől. Hatalmas. Ugye amikor az első gyülekezet elindult, hatalmas nehézségek és üldözések alatt indult el a gyülekezet, és minden egyes hívő az életét kockáztatta, innen ered egyébként, hogy a keresztényeknek hal a jele, mert annyira életveszélyes volt a helyzet rövid időn belül, annyira nagy üldözést és annyira nagy támadást kaptak a keresztények, hogy mindenki szó szerint az életét kockáztatta, megtudták róla, hogy keresztény. És meghallhattak könnyedén az Úréért rögtön az elején. Ezért a piacokon, mivel nem lehetett máshogy kommunikálni, hogy te is keresztény vagy, hogy megismerjék a keresztények egymást, már nem tudtak mit kitalálni. Egy-egy piacon egy keresztény megállt, és a földbe rajzolt a homokba egy halat. És amikor arra járt egy másik keresztény, az rögtön megismerte, hogy testvér. És itt senki nem tudta, hogy ők keresztények, de akinek kellett, az megtudta. Így, mert nagyon sok embert vittek a kolosseumokba, az arénákban, nagyon sokat fogtak meg és öltek meg azonnal
statáris bíróság, és öltek meg a keresztények, ezért bölcsen kellett lenniük. Jeruzsálemből is nagyon sokan, sok embernek, Rómával is sok embernek el kellett bujdokolnia, de ebből az lett, hogy a sátán megint veszített, mert az egész világra elterjedt az evangélium. Dicsőség Istennek. Ez volt a harmadik erőforrás. Most szeretnék beszélni nagyon röviden a negyedik erőforrásról, elő a jegyzetfüzeteket, és próbáljátok rémát kivenni belőle. Igéket fogok olvasni, jó? Nézzük az első igét. Ezek szintén olyan igék, amiket érdemes egyébként otthon megint átgondolni, áttanulmányozni. És a Cselekedetek 12, 5, 7, 11 és 12. versét fogjuk először megnézni. 5. verstől. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen, tehát abba nem hagyva könyörög értük. 7. vers. Íme az Úrnak angyala eljött, világosság fénylik a tömlöcben, tehát miközben erővel imádkozott a gyülekezet, olyan isteni hatalom keletkezett, hogy jött egy angyal, és azt folytatom, és meglökvén Péter oldalát felköltötte őt, mondván, kelj föl hamar, és leessének a láncok a kezeiről. Én szeretném, ha ti is megtapasztalnátok, ha van itt valaki egy ilyen, most éppen vagy néz bennünket egy ilyen állapotban, hogy meg van kötözve. Az Úr angyala menjen oda melléd. A Szentlélek ereje menjen oda melléd, és essenek le a bilincsek a kezedről. Azonnal. 17. vers, 11 és 12. vers, bocsánat. És Péter magához tért, és mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem. Itt megállok. De azt nem tudta, hogy egy buzgó gyülekezet imádkozik érte. Csak azt tudta, hogy Isten angyal elment. De hogy miért jött az angyal, egyértelműen kiderül a Bibliából, erőteljesen imádkozott a gyülekezet, és tudták, hogy lehet erőt felszabadítani. Hogy az angyalok is bekapcsolódjanak a küzdelembe. Herodes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától, és miután ezt megértette, elméne Máriának, János anyjának a házához, aki Márnak neveztetik, ahol sokan vannak egybegyűlve, és könyörögnek, tehát az ima összevetően mindig tartott, mert nem tudták, hogy már meghallgattatott. Egészen amíg nem kezdett zörgetni, még abban se akarták hagyni, akkor sem. Azt mondták, hogy az angyala jött, de aztán végül beengedték az ima összejövetelre, és a könyörgés, a kiáltás, a harcnak az imája hirtelen hálaadás imája lett. Halleluja. Dicsőség Istennek. Azonnal hálaadás imája lett. Nézzük a Filippi 3:4-et. Ezt is ki fogjuk vetíteni, nézzétek meg velem együtt. Filippi 1:3-4. Hálát adok az én Istenemnek minden tirolatok való emlékezésemben, mondja Pál. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekért, nagy örömmel könyörögvén. Vajon Pál miért mondta ezt? Azt mondja Pál, hogy ő minden egyes imájára választ kapott az Istentől, és ugyan nem tudott minden egyes helyre elutazni, és minden gyülekezetet meglátogatni, de minden testvérére és minden gyülekezetért tudott imádkozni, és nagy örömmel végezte ezt a szolgálatot azért, mert jöttek a válaszok. Tehát Pál hitt az ima erejében. Tudta, ha nem tudok oda menni, akkor tudok imádkozni, és többet tudok elintézni a térdemen, mint a személyes találkozásra. Ha nem is tudok. Tehát semmi hátrány nem éri a testvéreimet, de imádkozni akkor is tudok. És ezért nagy örömmel csinálom ezt. Nem kinkeservesen, nem kötelezően, örömmel könyörgök, értetek? Mondja Pál. János evangéliumához megyünk, vissza az Új Szövetségben. János 4. rész. Azt mondja, János 4. rész 23 és 24. verse. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, Jézus szavai ezek, szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres imádójul. Mert az Isten szellem, és aki őt imádják, szükséges, hogy szellemben és igazságban imádják. Ugye ma már világos, még fogok olvasni egy igehelyről, a szenvedélyes imáról fogok beszélni,
ami erőt hordoz, és az imádatról. Mert az ima és az imádás a szóban is össze van kötve, összekapcsolódik. Egyiket se tudod csinálni a másik nélkül. Tehát ha te imádkozó vagy, akkor imádó leszel, és imádó csak akkor lehetsz, ha imádkozó vagy. Ezért van a szóban is összekötve ez. És nagyon érdekes, hogy csak így jön létre, hányan értetek vele egyet, csak így jön létre egy mély, bensőséges kapcsolat Istennel, ha te imádkozó és imádó leszel. Isten ezért keresi az ilyen embereket, keresi azt, akivel mélyebb kapcsolatot tud építeni, és a mélyebb kapcsolatot Isten milyen eszközzel építi ki? Az imádkozás és az imádás segítségével szabadít fel olyan erőt ezeknek az embereknek az életében, ahol jelek és csodák történnek. Amen. És még egy utolsó igét, ha olvassak fel, rengeteg ilyen van a Bibliában egyébként, csak beütitek, hogy imádkozás, imádás, nagyon sokat fogtok ilyet találni. A Jelenések 19, amivel ugye nem olyan régen vettünk végig, Isten kegyelméből, Jelenések 19:10 azt mondja, és ez nagyon érdekes, mert ez egy tudományos ige. Ez az igevers, ez nem csak egy igazságot mond el nekünk, hanem benne van egy egész tudomány. Vannak olyan igeversek, amely egy egész tudomány rejtenek magukba, olyan, mint a mag, hogyha te veszel egy nagy, hatalmas nagy tölgyfa magját, akkor bármennyire hihetetlen, abban a pici magban benne van a nagy fa. Csak el kell ültetned, csak locsolnod kell, csak napsütés kell neki, csak jó föld kell neki, és kijön a nagy fa belőle. Na ez az ige ilyen, benne van egy nagy fa. Nézzük, és ezt karikázzátok be, és például ezt hazaviheted, ha ez most réma lesz neked, ezt hazaviheted, garantálom neked jövő héten végig erőt fog adni neked. Ez az ige, ahogy tanulmányozni fogod, ahogy imádkozol vele, ahogy gondolkodol felette. Nézzük ezt. És leburulék annak a lábai előtt, hogy imádjam őt, tehát ezt János tette. Meglásd, mondja az angyal neki, ne tedd, szolgatásod vagyok neked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyság tétele van. Igazából az angyali világ arra vár, hogy legyenek imádkozó és imádó emberek a földön. És azt mondja, hogy mi szolgatársaitok vagyunk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az imádkozó gyülekezet mindig kap angyali segítséget. Egy imádkozó hívő meg fogja tapasztalni, hogy tábort jár az Isten angyala az őt félők körül. Azt mondja, az angyal mondta, hé, János, ne imádj engem, nehogy itt lehajolj előttem, én egy angyal vagyok, és én ugyanolyan szolgálója vagyok az Istennek, mint te, csak én a mennyben szolgálom az Isten, és a láthatatlan világban, te meg itt a láthatóban. Ezért nehogy engem imádj, hanem társad vagyok. Én is dolgozok az Istennek. Én is esedezek, én is csinálom, amit mond. És azt mondja, figyeljetek, szolgatásod vagyok neked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van. Emelje fel az a kezét, akiknek a szívében ott van a Jézus Krisztus bizonságtétele, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és meghalt érted, és feltámadt, és örökké él. És te az ő gyermeke vagy. Akkor benned van ez a bizonságtétel, azt mondja, Istent imádd, mert a Jézus Krisztus bizonságtétele a profétaság szelleme. Össze van kötve az imádkozás, az imádás és a profétálás. Ez egy olyan hármas kötél, ami a házasságban a férfiú és a női vonalon össze van kötve, és a harmadik kötél maga Isten. Ima, imádás és profétálás egy hármas kötél. Óriási tanítás van ebben az igeversben, benne van egy óriási nagy, hatalmas gyümölcsfa, amiben rengeteg gyümölcse van az Istennek elrejtve. Tehát ma röviden szeretnék beszélni arról, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok össze, hogyan szabadul fel az Isten imádata, az imádkozás segítségével, és az imádás hogyan visz bennünket egy olyan profétai jelenlétbe, ahol még magadnak is tudsz profétálni. Hányan tudjátok, hogy Dávid profétált magának is? Profétált az embereknek is. Ágyad én, lelkem, az Urat. El ne felejkezzél semmi jó téteményéről,
És akkor mondta, amikor körülvette őt az ellenség, a probléma, a nehézség, emberileg nézve teljesen padlón volt, és magát biztatta. Ne felejtkezz el, Dávid, hogy az Isten soha nem hagyott cserbe, és nem hagyott magadra, és most sem fogsz elpusztulni. Veled van az Úr, a te Istened. Magát is biztatta. Inkább az aggodalom helyett és a félelem helyett, inkább áldja az Istent. Áldja azért, ami be fog következni, amit még nem lát a szemeivel, és olyan csodálatos, amikor te hittel tudod Istent imádni azért, amit most még nem látsz a szemeiddel, de tudod, hogy be fog következni, és előre adsz köszönetet az Istennek a látható dolgokért, hogy az Isten meggyógyít, megszabadít, és meg fogod ezeket tapasztalni, és már előre megköszönöd neki, úgy, mintha itt lenne, és már a kezedbe tartanád. Nem akkor köszönöd meg, amikor átvetted, amikor látod, amikor megfogod, hanem előre, amikor hittel látod és fogod meg. Már megköszönöd. A hit szemeivel sokkal hamarabb látjuk a dolgokat, mint a fizikai szemekkel. Egyszerűen azért, mert egy magasabb dimenzióban működik a hit. A hit a láthatatlan dolgok meggyőződése, valósága. Dicsőség Istennek. A láthatatlan világ, a fizikai szemmel láthatatlan világban működik a hit. Nézzük meg azt, hogy az apostoli gyülekezetben hogyan építi fel a Szentlélek, mert mi most azt építjük a Szentlélek által, hogyan építi fel egy apostoli gyülekezetek az ima életét a Szentlélek. Nézzük meg, hogy hogyan teszi nagyon erőteljessé az imádkozást, és nézzük meg, hogy hogyan viszi tovább, és hogyan teszi szenvedélyessé az Isten imádatát. Egy apostoli gyülekezetben nem csak úgy imádkozgatnak, mert kell, hanem abban hatalmas erő van, és azzal kormányoznak. A apostoli gyülekezetben olyan imádás van, hogy a szenvedélyes. Hogyha bejössz egy ilyen helyre, és egy apostoli gyülekezet imádatát nézed, akkor olyan szenvedélyesen imádják Jézust az emberek, hogy az magával ragad mindenkit. Nincs olyan ember, aki csak üldögélne nézni a mennyezetet. Mindenki beleteszi a szívét, lelkét, egyéniséghez méltán, mert van, akinek a újongás tetőfok ennyi. Halleluja! 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 De majd ki esik a szíve, annyira szereti az Urat. De életében sose csinált ilyet, hogy halleluja! Mikor felemeli a kezét, az már maga egy világ rengető esemény. Van, akit meg vissza kell fogni, mert másfél méterre ugrál. Mint tudja Jani, a cipőjét is elhagyja. Hát figyelj, az már még rohangálna is szerintem legszívesebben itt a teremben. Csak úgy visszafogja magát, mert ő így fejezi ki. De mindenki szenvedélyesen imádja az Isten. Mindenki tudja, hogy az Isten imádatában hatalmas erő van. Hányan tapasztaltátok meg már, amikor úgy igazán tudtuk az Istent imádni, akkor hatalmas erőket tapasztal meg az ember. Bele valahogy olyan, mint amikor te átléptél ebből a dimenzióból, egy olyan dimenzióba, ami erővel teljes. Ebből a nyomorult, sokszor szenvedéssel teli, problémákkal teli világból átlépsz egy olyan világba, mert nincsen betegség. Ahol nincsen sírás. És értelem megízleled az új világ erőit. Megízleled szó szerint, hogy milyen az Isten országa, tehát egy keresztény embernek nem a mennyországban lesz az első tapasztalat arról, hogy milyen az Isten országa, hanem itt a Földön. Mi már ízleljük a mennyországot. Amikor szenvedélyes imádat van, a mennyország leszáll. Ezért nevezzük az apostoli gyülekezetet a mennyország kapujának. Dicsőség szállott le, dicsőség kapuja. Isteni jelenlétnek a helye, olyan, mint egy leszálló hely, amikor jön egy hadsereg, és egy hídfőállást foglal el, és oda szállnak le először a repülők, odaérkezik először az ellátmány, odaérkezik minden, mert az a hídfőállás. Onnan kiindulva foglalják majd azt a földet el. Az apostoli gyülekezet olyan szenvedélyes imádó, ahonnan el lehet foglalni egy egész várost. Isten jelenléte kimegy, mert ez az imádat egy hegyépítés. Fölépítjük Debrecen városába, ugye Debrecen városának nincs fizikai hegye, ugye itt a legmagasabb pont a 24 emeletes, ha jól tudom. De a gyülekezetet sokkal magasabb hegyet épít az imádattal. Építünk egy magaslatot, és akiké a legnagyobb magaslat a városban, azok kormányoznak.
Ha az okkult erők építenek egy magaslatot, akkor ők kormányoznak, ez szellemvilágban működik. Tudjátok, ez nem a jogi, a természetes világban, nem ül senki közülünk a polgármesteri hivatalba, senki nem ott ül a nagy vezetők között, de szellemben ott ülhetsz Isten jobbján, azon a helyen, ahol Jézus Krisztusban ültetett minket a Szentlélek. És oda ültett téged, és ezért szellemben, amikor te imádod Isten, és elkezded profétálni ennek a városnak, arra a város ez kihatással van. És nem véletlenül történik majd utána láthatóban az az esemény, ami bekövetkezik. Ezért a gyülekezet tudja kormányozni, az apostoli gyülekezet tudja kormányozni az egész várost úgy, hogy nem test és vérrel dolgozunk. Nem ezt intézzük, azt intézzük, hanem a profétálással tudjuk irányítani a szellem életét a városnak, meg tudjuk szabni, hogy mi jöjjön be, mi ne jöjjön be, meg tudjuk szabni azt, hogy mi történjen a városban, mi ne történjen, és tudunk kérni Istentől olyan dolgokat, amelyekre valóban szüksége van ennek a városnak. Ezért nagyon veszélyes dolog, a sátánnak, amit a legjobban írtózik, az egyik, amikor talál egy hittel teljes keresztényt, akinek van hite, és amit csinál, az hittel csinálja, mondja egy áment. A másik meg talál egy imádó központot. Rettek tőle. Tehát én múltkor is láttam, hogy a sátán teljesen pánikban van Debrecenben. De nem csak Debrecenben, Magyarországon is, mert Isten kiválasztotta Magyarországot most, hogy Európa szeme láttára meg legyen áldva. Most fog Isten minket megáldani. Most, amikor mindenki ellenünk van. Most, amikor mindenki lenéz bennünket, aki megveti ezt a kicsi Zákeust. De Zákeus kiállt. Jézus, mi nem vagyunk tökéletesek. Ó, nagyon sok bűn van az életünkben. De Jézus, még arra is hajlandó vagyok, hogy fölmászok a leperfügefára, hogy csak lássalak téged. És Jézus azt mondja, hogy azonnal megyek hozzád. Vannak ma Magyarországon olyan emberek, akik ezt a tevékenységet művelték, hogy fölmentek egy magaslatra, és onnan kiabálták a mennyországba, Jézus, állj meg Magyarország fölött! Jézus, csak te tudsz rajtunk segíteni! Minket mindenki gyűlöl! Mi mindenkitől megvetett emberek vagyunk, olyanok vagyunk, mintha nem lennénk normálisak. Mert még mindig hiszünk a házasságban. Még mindig hiszünk abban, hogy létezik Istentől megáldott boldog család. Még hiszünk abban, hogy a gyerekeinket nem egy bolond idióta lénynek kell nevelni, aki már mehet a pszichiátra egyből. Hanem annak neveljük a gyerekünket, Isten dicsősége szálljon rá, és elvégez az életben, amire Isten őt elhívta, és igazi emberi lény legyen. És büszkék vagyunk a gyerekeinkre. És nem adjuk a moloknak, nem adjuk az LMBTQ-nak, meg anyám kínjának, hanem Jézusnak adjuk. Értsétek meg, nem az ezekkel a mozgalmakkal van a bajunk, hanem a mögöttel lévő lelki parazitákkal, akik lelkeket akarnak elrabolni, gyerekeket akarnak teljesen idiótává tenni, bolondá tenni, tönkretenni. Persze a gyerekeket a legkönnyebb tönkretenni. Velünk már nem tudnak mit kezdeni. De nem kaparítják meg a gyerekeinket. Még mindig hiszünk. Ez az ország még mindig ki tudja mondani, hogy nem törölte ki a keresztény múltját. Hogy úgycsak úgy évszázadok, hogy így kidobtunk az ablakon, hogy ők elfelejtettük, hogy a tudományban, művészetben, meg mindenütt nem is volt kereszténység, nem is létezett. Nagy tudósok, művészek azért értek el igazi eredményeket, mert Isten meglátogatta őket, és keresztény emberek voltak. És letagadhatatlan tény, hogy a tudománytól kezdve, a társadalomon keresztül Európa azért lett ilyen, amilyen a jó értelemben és a pozitív dolgokban, mert az Isten megáldotta az országunkat. Megáldotta egész Európát. Így épült fel a kultúránk. Ettől vagyunk mások. És azt mondják nekünk, hogy ezt mind felejtsük el, dobjuk ki az ablakon, ne törődjünk ezzel. Mi meg most azt mondjuk magyarok, még inkább megemlékezünk arról, hogy van nekünk egy Istenünk, akit mi elhagytunk, és nem szolgáltunk úgy, ahogy kellett volna, de nekünk hiányzik ő. Jöjj vissza, legyél Magyarország királya, Jézus Krisztus. Mondjátok velem együtt, legyél újra király, legyen újra király Magyarországon. Legyen újra király, és az ő neve legyen Jézus. Magyarország királya, Jézus. Jézus. Jézus.
Jézus Magyarország királya. Hogy lesz szenvedélyes ima? Tehát gyorsan sorolom, mert nem akarok túl hosszú lenni. Az első, hogy jön ki imából erő? Először is nagyon egyszerűen prédikálok, igazából ezért nem kellett volna teológiát végezni, mert ezt te is el tudnád mondani. Na de most Isten engem használ, ennyi a különbség. Aztán ti viszitek tovább az igét, és ti is prédikáltok, mondjatok egy ámen, ti is hirdethetitek, mondjátok a testvereiteknek, barátaitoknak, szolgálhattok, csodálatosan működik rajtatok keresztül is az Isten igéje. Mindannyiótok fel vagytok kenve, hogy prédikáljatok egyébként. Asszonyok is hatalmas prédikátorok. Olyan beszéd tehetsége van egy-két hölgynek. Szoktam mondani, például a feleségem, ha én úgy prédikálnék, ahogy te főzöl, hát itt az emberek a Kossuth utcáig állnának sorba, hogy bejöjjenek ide a gyülekezetre. Micsoda szív van mögötte. Ferikém, akcióban vagy, úgy látom meg. Na, így van. Tehát köszönjük szépen, meg dicsért. Szóval, hogy tud a Szentlélek egy ilyen ima életet fel? Először is nagyon fontos, első, hogy higgyél az imában. Mondd velem, hiszek az imában. Mit jelent az, hogy hiszel az imában? Hogy az ima nem elavult, értéktelen, semmire való, nyavajás, akármi, hanem az életet hordozza, és az imádkozás egy hatalmas lehetőség, hogy beszélgessünk az élő Istennel. Hiszek az imában, hogy Istent megszólíthatom, és ezt ő hallgatja. Hiszek az imában, hogy az nem a levegőbe való beszéd, hanem a mennyország is hallja. Hiszek az imában, hogy amikor imádkozok, létrejön a kapcsolat. Hiszek az imában, hogy akkor Isten is szól hozzám, és sorolhatnám. Te hiszel az imában? Hogy az ima ma is isteni alkotás. Hogy az ima ma is isteni dolog, nem emberi. És egészen más, amikor az ember úgy kezd imádkozni, hogy valami csodálatosat csinál, valami elképesztőt, vagy úgy, hogy hát, imádkozzunk. Úgy sincsen más dolgunk. Ezek az emberek, hányan mondtok ámen, hittek az imában, és az ima számukra természet fölötti esemény volt, és az ő számukra az ima, ők elvárták, hogy az Isten azonnal válaszol. Higgy az imában! Ma is! Amikor eljössz az imai szövetelre, ne úgy gyere, hogy itt vagyok, hát most én nekem is el kellett jönni, hanem eljössz egy győztes alkalomra. Eljössz egy olyan helyre, ahol megmozdul a hely. Eljössz egy olyan alkalomra, ahol a igazán nagyok vannak. Ha? Akik belemernek szólni a szellemvilágba. Valaki egyszer azt mondta nekem, pásztor, hagyjuk már békén az ördögöt, még a végén még megjelenik. De hogy hagyjuk békén? Neki takarodnia kell. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, az én országom azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolj. Lerombolja a te életedbe, a családodba, a városodba, az országodba, minden munkáját. De ez az kell, hogy egyre több ember higgyen újra az imában. A sátán legyengítette, eldevolválta, úgy festette le, mint az imádkozás, a semmire se jó. De poroljuk csak le. És látni fogjátok mögötte. Olyan csodálatos egyébként, hogyha az arany 100 évig van a víz alatt, nem fakul meg. Amikor az imára lerázod a port, látni fogod a dicsőségét. Látni fogod a benne való életet. Higgy az imában. Hányan mondjátok el, Uram, újra hinni akarok az imában. Hogy az a legnagyobb dolog, amit egy keresztény csinálhat ma. Hogy imádkozhat. És hogyha te ezt hiszed, hogy te bele tudsz szólni emberek életébe, bele tudsz szólni a városod életébe, bele tudsz szólni egy gyülekezet életébe, mert csak imádkozol, akkor onnantól kezdve többre fogod becsülni az imádkozást, mint amikor esetleg a parlamentben bemehetsz, és megfoghatod a miniszterelnök kezét. És elmondhatod neki, hogy ha már itt vagyok, szeretnék kérni valamit. Mit szeretne drága kérni? Pénz, paripát, mint. És akkor észreveszed, hogy neked ez megvan minden nap. Mert a király elé járulhatsz. Jézus Krisztus elé, akiről azt mondja a Biblia, hogy urak, ura, és királyok királya. És kérhetsz tőle. És ezt a sátán azt akar, hogy ne tudjátok. Az ima ma is működik.
Az imában hatalmas erő van. A második, hogy jön ki az erő belőle? Úgy jön ki, hogy az imában nem csak hiszünk, hogy az ima egy élő isteni dolog, hanem hittel imádkozunk. Nagy különbség a kettő, érted? Az egyikben hiszel a tevékenységben, hogy az imádkozás isteni eredetű, Isten odafigyel rá, a másik, hogy amikor csinálod azt a konkrét kérést, amit Isten elé viszel, hiszed, hogy Isten meg tudja adni. Érted? Tehát amikor Isten elé járulsz, annak hinnie kell, hogy amit kérsz, azt Isten megadja. Tehát amikor imádkozol, mindig vizsgáld meg, hogy miért imádkozol. Hogy olyan dolgokért imádkozol, amiben nem hiszel, amire nem tudod feltételezni, hogy az Isten megadja, akkor hagyd abba. És Jézusnál is voltak ilyen emberek, amikor Jézus azt mondta, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Hát szeretnék meggyógyulni. Szeretnék, vak vagyok, szeretnék látni. Akkor legyen a te hited szerint. De Uram, nekem nincs hitem. Azt mondta Jézus, akkor is. De volt olyan, amikor Jézus azt mondta, azt mondta Jézusnak az ember, légy segítségül nekem az én hitetlenségemben. Tehát bevallotta, hogy nincs elég hite, de adjon neki Isten hitet. Adja kölcsön neki, adja oda az ő hitét. És olyan csodálatos, hogy amikor te imádkozol, akkor amit hittel kérsz, akkor teljes mértékben tudod, hogy az Isten azt meg is fogja adni. Amen. Ha ezt így csinálod, akkor elképesztő az, hogy mekkora erők szabadulnak fel. Hittel, tudod, hogy az Isten ezt képes megadni, és meg is fogja neked adni. Ezért imádkozol. Tehát, ha pedig ez nincs meg, akkor imádkozol azért, hogy Isten olyan kéréseket helyezzen a szívedre, amiben hinni tudsz. Így kell növekedni. Tehát ha valaki abban hitt, hogy egy sárga csekket ki tudod fizetni, de még kettő nincs kifizetve, akkor mit kell csinálnia? Kérnie kell az Isten, hogy növekedjen a hite, hogy mind a hármat ki fogja tudni fizetni. Amen. Már van neki hite, mert vannak anyagi csodák az életében, de nagyobb a szükség még, mint amennyi jött. Ezért mindig kérjük, Uram, már még nincsen annyi hitem, hogy mind a hármat ki tudnám fizetni, de hálát adok, hogy egyet már ki tudtam. Növeld az én hitemet. És úgy akarok imádkozni, hogy minden szükségemet betöltse az Úr. Minden szükségemet betöltse az Úr. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ezért a hit egyik kifejeződése az ima, amiért imádkozol, hiszed, hogy az Isten megadja, és meghallgatja, amiért imádkozol, és úgy imádkozol, aki nem bizonytalan dolgokat mondasz, hogy Istenem, hát, hanem Atyám, azt kérem az Úr Jézus nevében, hogy ezt tedd meg, ezt add meg, mert te mondtad, Uram, hogy kérjetek az én nevemben, és megadatik nektek. Te mondtad, Uram, a te igédben, hogy ezt akarod adni a tiédnek. Te mondtad, Uram, nem én, te mondtad, Uram. Ezért én ezt hittel elfogadom, és azt idézem vissza neked, amit te ígértél. Én csak visszamondom azt, amit te mondtál nekem. Te mondtad, Uram, hogy járj, kelj fel és járj. Akkor én most fel fogok kelni és járni fogok. És azért imádkozok, hogy amiközben én ezt teszem, erősödjön meg az én lábam. Amikor Péter anyósa lázas volt, és bementek, emlékeztek, és ott egy gyógyulás történt, akkor az anyós nem azt kérdezte meg, hogy hoztatok gyógyszert? Vagy nem azt mondta az anyós, hogy mindegy, hagyjuk. Ferikő, most már... Úgy gondolom, az ige igéit magad nyaráz, ugye? Nem kell külön nekünk még egy tolmács. A harmadik dolog, az ima ereje az életedben meghatározza, hogy milyen szinten van a hívő életed. Tehát az imádkozásod mindig meg fog telni erővel, de az ima erő mindig növekedni fog az életedben, ezért van, aki 20 éve imádkozik, annak nagyon nagy ereje van. Tehát ha úgy nézed, hogy most te egy fantasztikus fiatal hölgy vagy, tehát a perspektíva előtted áll, a világ azt mondja, lehetsz. Manöke, lehetsz egy üzletasszony, vagy mondjál valamit, hogy ma a világ szeretne. Lehetsz, hogy a címlapokon lehetsz a leghíresebb ember. De Isten meg azt mondja neked, lehetsz egy hatalmas hős az ima segítségével, és ha 20 évet befektetsz az életedbe az imádkozásban, 20 év múlva olyan dolgokat tudsz elintézni az imádkozással, hogy az emberek a szájukat tátják.
hatalmas fejlődés áll előtted. Hatalmas lehetőség. Aknázz ki ezt a lehetőséget, mert az ima nem csak kimegy a te életedbe, hanem téged is formál. Tehát az imádkozó emberek átváltoznak. Hősökké válnak. Megtanulunk zörgetni, kiáltani, kérni, és ez minket is megváltoztat. Ezért az ima ereje meghatározza, milyen szintű hívő életed van, és ne az éveket emlegesd, hogy hány éve jöttél a gyülekezetbe, hanem az ima életedben lévő erő mondja meg, hogy milyen szintű ember vagy. Hálás vagyok azért, hogy megtértél, na de lehet, hogy éppen van olyan közöttünk, aki egy éves keresztény, egy évet ért meg, és nagyobb az ima ereje, mint aki 10 évet ért meg. Csak a különbség annyi, hogy a 10 éves keresztény éppen most nem imádkozik. Már nem hisz az imában, nem tud hittel kérni, nem imádkozik, de ő azt mondja, hogy én 10 évet értem meg. Szellemvilágban ezt kinevetik. Az 1 éves kereszténynek nagyobb hatalma lesz. Ezért mondja Jézus, vigyázzatok, hogy akik elsők, nehogy utolsók legyenek. És aki utolsó, megtörténhet, hogy első lesz. Amen. Pillanatok alatt megelőznek benneteket a paráznák, az utcanők. Pillanatok alatt! Csak a különbség annyi, hogy ő minden nap imádkozik. Ő minden nap kihasználja a lehetőséget. Ezért növekszik az erő benne. Ez így válnak szellemi óriásokká ma a keresztények. Olyan óriásokká, akikkel szemben a sátán meggondolja, hogy mikor megy szembe. Mert imádkoznak, és nap mint nap imádkoznak, és hűségesen imádkoznak, és kihasználják a lehetőséget, és nem hagynak egy napot se, hogy elmúljon ima nélkül. Erőt kapnak, és növekszik az erő. Ugye én is végig gondoltam, hogy az életben sok mindent abba hagytam már a keresztény életben, sok mindenben elfáradtam, de hála a jó Istennek, az Úr legyen minden dicsőség, hogy a bibliaolvasást, meg az imádkozást soha nem hagytam abba. Mondom, az Úré legyen minden dicsőség. Halleluja. Ezért most közel, nem sokára, 40 éve ünnepelem Jézus Krisztussal való kapcsolatomat. És 40 év alatt egy nagy utat tettünk meg együtt, és most már úgy beszélgetek az Úr Jézus Krisztussal, mint amikor a barát beszélget. Természetesen nagy tisztelettel, de amikor az Úr a barátjával beszélget, és megkérdezi dőlem a dolgokat, beszél hozzám teljesen csodálatosan hallom a hangját, és így beszélgetünk. Uram, ma mi volt a véleményed a mai alkalomról? Olyan volt ez, amit te tudsz építeni, ami a te szíved szerint való volt, és válaszol. De ez 40 évbe került. És nem hagytam ki egyetlen egy napot se, hogy imádkozzak. Volt, hogy csak 1 percet tudtam imádkozni, de minden nap imádkoztam. Az Úré legyen minden dicsőség. És ma eljutottam egy olyan bensőséges kapcsolatba Isten, hogy nem 2 hetente válaszol az Isten, nem 1 évente egyszer valamit mond, hanem nap mint nap beszélgetünk az élő Istennel. Ezt a szolgáltat is ő adta. Beszélgettem vele. Azóta, fiam, mondd el az erőforrásokat. Oké, Uram, elmondom. Rendben van, köszönöm, hogy szóltál, elmondom. Ez az ima erő határozza meg. A pusztában való élet. Vannak most olyan keresztények, akik az ima életet csak annyira használják, hogy a pusztában életben maradjanak. Milyen az az ima élet, és mindjárt befejezem, milyen az az ima élet ma, akik csak túl akarják élni a lelki sivatagot az életükbe? Hát éppen csak mindig akkor imádkoznak, és vesznek egy kis levegőt, amikor már majdnem megfulladnak, és majdnem éjjel halnak. Akkor kiáltanak nagy kegyesen az Istenhez, és akkor éppen csak túlélik a válságokat, éppen csak, hogy túlélik a problémákat az életükben. Ez a pusztába való élet, de az imádkozás téged az ígéret földjére fog bevinni. Hogy az legyél, amit Isten álmodott rólad. Hogy azt csináld, amire Isten elhívott. És olyan ajándékai legyenek, amit Isten készített a számodra. Ez természet fölötti. Vannak olyanok, akik ugyan már az ígéret földjén élnek, van olyan erő az életükben, hogy már vannak az életükben olyan területek, ahol Isten már meghallgatta őket, és Isten már behelyezte őket az elhívásukban, de még nagyon sok a birtokba vevendő terület. Hányan emelitek fel a kezeteket, hogy rátok ez a jellemző? Már megtapasztaltam az ígéret földjét némely területen, de még sok a föld, amit Istennek el kell foglalni, és szeretném ott is. Amen. Még szeretném ott is megtapasztalni, ahol még eddig nem.
az ígéreteket beteljesedni. Szeretném ott is. És jön a harmadik terület, amire Isten el akar bennünket juttatni, az ígéret földjén való túláradó, áldásokba gazdag, szellemben egy uralkodó élet. Jézus maga mondja, hogy arra hívtalak el benneteket, hogy uralkodjatok a sátán minden ereje felett és a bűn felett. Nem csak úgy szinten, hanem uralkodni felette. Az egészen más. Az ígéret földjén való túláradó, áldásokba gazdag élet, ez az ima erőnek a következménye. Hogy ima erő szabadult fel az életedbe. És ha valaki be akar menni az ígéret földjére, és minden áldást szeretne elfoglalni, egyetlen egy dolgot biztos, hogy nem hagyhat ki a hiten kívül, az imádkozást. Utolsó két pont, és befejeztem. A következő, az imában szellemi erők mozdulnak és nyilvánulnak meg. Vigyázz, mert amikor imádkozol, hallgatja a szellemvilág. Hallgatják az Isten angyalai is, de hallgatják az ellenség erői is. Ezért az ima, az nem úgy van, tudjátok, hát menjél be a Loki táborba, a fradistaként menjél be a Loki táborba, fordítva. És ott kiaváld el a fradi táborba, Loki-sként, hogy hajrá, Loki, na nézd meg, mi fog történni. Nem biztos, hogy hazamész. Tehát az ima ilyen. Körbevet minket fejedelemségek, hatalmasságuk. Azt mondja Pál, hogy mi nem a levegőt vagdossuk. Tehát mi nem olyan emberek vagyunk, hogy itt keresztények, csak ugye a fizikai szinten mozgunk, és akkor néha-néha érzünk valamit, vannak benyomásaink, stb. Hanem azt mondja Pál, hogy a szellemvilág sokkal valóságosabb, mint a látható világ. És ha látnátok a szellemvilágot, akkor látnátok, hogy egy jó szervezet ellenséges királysággal szemben megyünk. És hatalmas háborúba vagyunk. Két ország csatázik, az Isten országa és az ördög királysága, és te az Isten katonája vagy, és amikor te megszólalsz, gondold el, ott hallgatja az ellenség tábora. És lemérik abban a pillanatban, hogy van-e erő benne, és ezért volt az, hogy valaki elkezdett ördögöt űzni, hogy köze nem volt Jézus Krisztushoz. Köze nem volt az Istennel való kapcsolathoz, de akart démont űzni, mert látta, hogy a tanítványok ezt teszik. Látta, hogy Pálék ezt teszik. És elkezdett ördögöt űzni. És ahogy elkezdte az ördögöt űzni, mi történt? Úgy elverték, ahogy elő van írva. Ma a Szentlélek valakinek azt mondja, azért ver a sátán téged, és azért vernek démonok, mert gyenge vagy az imában. És amikor beszélsz, arra jó az imád, hogy jó begurítod az ördögöt. És felkelti a figyelmét az ellenségnek. De arra nem elég, hogy azt mondjad, távozz, elég, állj meg, itt és nem tovább, némulj meg! Tudod, milyen ima élettel kell rendelkezned? Amikor te azt mondod egy démonnak, hogy némulj meg, akkor annak azonnal engedelmeskedni kell. Nem olyan régen szolgáltunk egy ember felé, és elkezdte mondani a gonosz szellem a beszédét, és mondtam, hogy némulj el, azt mondja, nem akarod hallgatni, amit akarok mondani, nagy dolgokat, de némulj meg, és többet nem szólalt meg. Azonnal, némulj meg, nem akarok hallgatni semmilyen ördögi tanítást. Imában a szellemerők mozdulnak, démonok, és ezért van az, hogy amikor te imádkozol, hányan hiszitek, áttörések lesznek az imáid miatt. Egyszerűen érzed a szellemedbe, hogy imádkoztál két hetet, és tusakodtál, és aztán érzed a szellemedbe, hogy megkönnyebbül a szellemed, akkor történt az áttörés, és a következő nap jönni fog a hír, amire olyan régen vártál. Mert megharcoltad szellemben, ezért láthatóan csak át kellett venned. Van, akik fordítva csinálják. Vagy erősségek törnek össze. Kinek van szükségem arra, hogy erősségek törjenek össze az életébe? Az imában szellemi erők vannak, amelyek alkalmasak arra, hogy összetörjenek ilyen erősségeket. Vagy ajtók nyitassanak meg. Ki az, aki vágyik arra, hogy Isten megnyisson neki egy ajtót, ami az ígéret földjére vezeti őt? Ó, de nagy szükséged van most erre. Istenem, ajtót nyissál meg. Az ellenség lezárta előttem a lehetőségeket, de az Isten ma valakinek azt mondja, hogy megnyitom a lehetőségeket. Ajtót nyitottam meg, és csak annyit kérek tőled, hogy imádkozz hozzám. Mert azért imádkoztatlak téged, hogy én cselekedni tudjak. De mivel nem imádkozol, nem tudok miért cselekedni. Valakinek imádkoznia kell, ha látni akarjátok az Isten kezét mozdulni.
És most Isten bennünket kér, hogy ebben a nemzedékben imádkozunk. Vagy visszakapunk ellopott dolgokat. Ki az, aki vágyik arra, hogy az ördögtől ellopott dolgokat visszakapja? Az imádban van a szellemi erő. Ott van benne a kulcs, hogy visszakövetedj, hogy rád szálljon az Istennek egy olyan kenete, hogy éppen ott akkor, amikor imádkozol, az Isten kenete által olyan erővel mond ki azokat az imákat, hogy a szellemvilágban, mint egy nagy robbanás, széthullik a sátán ereje, és leesnek, és kiszabadulnak a foglyok, és megkapod, amit elvettek tőled. Egy nagyon rövid történetet, hogy mondjak el. Tőlünk, vagy 25-30 éve egy jelentős összeget lopott el egy csaló. Ugye építkeztünk, éppen már sokan jártatok így, építkeztünk, és az a kivitelező úgy gondolta, hogy munkát nem kell végezni, csak a pénzünk kell neki, tehát ez az ismerős sztori. És elvitte a pénzünket, a munkát nem csinálta meg, és ott maradtunk, nem tudtuk a házunkat felépíteni, és ugye sok-sok év telt el, kölcsön kellett kérnünk, sok mindent kellett csinálni, és aztán végül sikerült befejezni a házunkat, de nagy szükségek voltak, stb. Míg egyszer egy pár év múlva eltelt jó néhány év, azt mondta a Szentlélek, hogy miért nem kéred vissza azt, amit elvitt tőled a sátán? Hát Uram, az hatalmas összeg. Hogy? Egyszer kopog valaki, és ide jön József. Mi a Nemzeti Bank vagyunk, és kisorsoltunk téged. Mondd meg! Mennyit a pénzt akarsz? Mi kifizetjük? Ilyen gondolataim voltak. Vagy olyan gondolatom volt, hogy Amerikába sétálok, Los Angelesbe az utcán, és egyszer csak olyan egy magyar, én magyar lenni, én neked adni pénzt. De ilyenek nem voltak. De újra szólt a Szentlélek, követeld vissza, amit elvettek tőled, és Joel profétán, amit a szöcskő, a cserebogár megevett, visszaadja az Úr. Hogy lepusztította a rovarvilág, az a démonvilág jelképe. Amit lepusztítottak, a rovarvilág lepusztított egy fát, ugyanúgy pusztítja a lelki életét az embernek a gonosz szellemi hadsereg, a démonvilág. Lerágja egészen a gyökerekig be tud hatolni. Sőt, vannak olyan démonok, hogy a magig akar bejutni. És akkor megint szólt a Szentlélek, de én azt akarom, hogy kérd vissza, amit elloptak tőled. És akkor először megmondom őszintén, így imádkoztam. Uram, jó van, hát már harmadszor szólsz, akkor imádkozok, Uram, akkor kérem vissza. Azt mondta, nekem mondjad. Hát nem én vettem el. Akkor leesett. Akkor rájöttem, mert ugye lassan tanulok néha, hogy elő kell vennem a Bibliát, és meg kell néznem, hogy is működik ez a szellemi harc téma. És akkor rájöttem, és megláttam az alapvető feltételeket, hogyan kell parancsolni, és visszakövetelni a szellemvilágban az értékeket, hogy a láthatóba a kezembe kerüljön. És megértettem, 2-3 heti Biblia tanulmányozás után leesett. Megértettem. Na, akkor azt elkezdtem imádkozni. Atyám, az Úr Jézus nevében felkelek, mint a te felkented. Akit a Szentlélek fölkent, felkent engem az Úr. És soroltam az igéket, és egyszer csak éreztem, hogy a Szentlélek azt mondja, na most már szólj a szellemvilágnak. És egyszer csak éreztem, hogy elenged a Szentlélek, na most mondd ki. És megdöbbentem magam, hogy olyan szavakat mondtam ki, amire én nem is készültem. És ilyeneket mondtam. Te lopó, az Úr Jézus nevében. Mondtam a dátumot. Ekkor és ekkor elvitte tőlünk ezt az összeget. 4-szer annyit kérek vissza, értette? Bocsi. Nem tőled. És addig nem hagyom abba ezt az imát, amíg ez meg nem történik. Értetted? És parancsolom, hogy így legyen. Ámen. Hú. Ezt az asszony látta volna, hogy jaj. Mit is csináltam? De lehet, hogy most túl messzire mentem. Aztán újra jött a Szentlélek, és újra megcsinálta ezt velem. És hagyd mondjam el az happy endet. Eltelt 2 vagy 3 év. És 2-3 év múlva kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy Isten 4-szer annyit adott vissza nekünk. És mikor elkezdődött az áldás,
Egyszerűen úgy volt, hogy eladtuk az ingatlan. Csak azért mondom, hogy mert valaki egybe beírja. Ha, biztos a gyüleket jó alakozatos ellopta. Nem. Nem ez volt, nem. Hanem volt egy házunk, Isten indított bennünket, hogy menjünk tovább, és háromszoros áron adtuk el. És hatalmas összekerült a kezünkbe. És mondtam a feleségemnek, hogy ez az áldás nem fog abban maradni addig, amíg négyszeres nem lesz az összeg. Azt mondja, nem mondjad már. Mondom, figyeld meg, az a sok millió, amit elvitek tőlünk, négyszer annyi jön vissza. Ez nem fog abban maradni, meglátod. És jött két éven át, folyamatosan, mindig kisebb, nagyobb összegekkel, Isten megáldott bennünket, adó visszatérítésről kezdve, még a navot is felhasználta. De jött, és akkor állt meg, amikor négyszer annyi jött vissza. És akkor hálát adtam, hogy az Isten hatalmas szellemi erővel ajándékozott meg, ami áttörést hozott az életünkbe. És az utolsó, figyeljetek gyorsan, mondom, ugye az ima, ugye a szellemi ember eszköze az uralkodásra, ugye Isten arra hívott el bennünket, hogy uralkodjunk, és ugye ma a keresztények sóhajtoznak. Ó, ez a bűnös Magyarország. Ó, a bűnös Debrecen. Ó. Hányan tudjátok, hogy egyetlen sóhajtozástól, nyavajgástól nem változik meg soha semmi? Jobban mondom, megváltozol te is, mert te is keserű leszel. Hanem mitől változik meg valami? Hogy fölfedezzük azt, hogy Isten elhívott bennünket, hogy uralkodjunk. Uralkodjunk, nem sopánkodjunk. Tehát ha Magyarországon a változást szeretnénk, akkor kell, hogy egy ima összejövetelen 500 ember jöjjön el, és térdehulva kiábáljon, és Debrecen rohamosan fog nőni, és Magyarország legvirágozóbb városa lesz. Most ez történik egyébként, csak Isten most kegyelemből adja oda a dolgokat. Érdekes egyébként, hogy imádkoztunk az elmúlt 5 év során azért, hogy Isten adjon munkahelyeket, és most nagyon-nagyon akcióban lendült az Úr. És most meg azt mondja, nem ezt akarjuk, nem ezt a fajtát akarjuk, hanem más fajtát akarunk. Érdekesek az emberek, amikor Isten elkezdi megáldani az embereket, nem erre gondoltam. Hát jönnek a munkahelyek. Hányan örültek ennek? Hát jönnek a munkák, az ördög csinálja? Hát mi imádkoztunk, de legalább mi higgyünk benne. Ezt mit csináltuk, emberek? Mit csináltuk? Az elmúlt 5 éve imádkoztunk Debrecen munkahelyéért. Emlékeztek, hányszor imádkoztunk? Hány összejövetel? Elfelejtettétek? Több százszor kiabáltunk Istenhez, hogy adjál Debrecenbe munkahelyet. Minden pásztor köré összejövetelen. Meghallgattatod! Ne féljetek! Az Isten áldja meg az ő népét. Munkahelyekkel. Ezért nagyon fontos, hogy Isten királysága terjedjen. Emberek térjenek meg. És például nagyon fontos, hogy amikor a gyülekezet például most itt vagy, és szellemben adod magadat ehhez az egész mozduláshoz, az apostoli átalakuláshoz, akkor nem tudom, hogy tudod-e, hogy benne van ez a családod teljes megtérése, felemelkedése is. Ha Isten népe itt most felemelkedik, fel fogsz emelkedni te egyénileg is. És lesz, és a gyermeked, akivel 5 éve, 10 éve kínlódol, meg 20 éve imádkozol, hogy térjen meg, egy szempillantás alatt megtér, amikor a szellemvilágban áttörés van. Ezért Isten uralkodásra hívott el téged. Ha itt tudunk uralkodni, nem engedjük meg, mert ma már az a kérdés sok gyülekezetnek, ó, nyomás volt az alkalmon. Milyen nyomás van egy keresztényen? Nekem az a benyomásom, hogy ez egy nagy hülyeség. Mert a sátán csak azokat tudja ilyen nyomásokkal megállítani, akik nem uralkodásra vannak teremtve. Mi arra vagyunk elhívva, hogy kígyókon, skorpiókon, és az ellenség minden erején tapassunk. Tapass egyet, és szíves agyűz. Tapassunk! És ha nem működik, azért nem az Isten a hibás, hanem mi. Utána porszívózunk. Jó? Nem baj. Porszívózunk utána. Nem gond. Semmi gond. Tehát Isten királyság így működik, hogy egyszerűen itt imádod Istent, vannak szellembe áttörések, és azt veszed észre, hogy megtér a férjed, aki 20 éve alkoholista. És nincs összefüggés látszólag, mert nem érted sokszor, hogy a szellemvilágban, amikor Isten jelenléte leszáll,
te azt hazaviszed, és az megtöri az igát a családodon, és nem kell csinálnod semmit. Hányszor volt, hogy a dicsőítés adott győzelmet Izraelnek? Senki nem olyan őrült és bolond, hogy a dicsőítőket küldi elől király, a király gitára, golyófogónak, és majd így fogjuk megnyerni a csatát. De a szellemvilág másképp működik. Egy dicsőítés csatát nyer meg. Egy erőteljes alkalom befolyásolja a jövő évi munkádat, munkahelyedet, gazdaságéletedet, földedet. Még olyan is előfordul, hogyha földeljid vannak, egy isteni imádat alatt olyan kenetes szár rád, hogy neked, körülötted minden föld elszárad, de a te földed gazdagon fog teremni. Ez a különbség, hogyha elkezdünk szellemben látni. Miért van az, hogy keresztények a szárazföldön is aratnak? Miért van az? Azért, mert ebben a uralkodásnak ott van az eszköze. Foglyok megszabadulnak. Szellemi befolyás jön a kapuk életében. Vagy az imádat, amely leszáll közzénk, egy olyan dicsőségnek a jelenléte, megint szintén, hogy olyan erőforrás. Tehát én annyira csodálom, amikor Istennek a jelenléte leszáll közzénk, és érzitek a szívetekben, a bensőtökben, hogy szinte harapni lehet az Úr jelenlétét. Ezekben az isteni jelenlétekben változunk, mondjatok ámen, átváltozunk. Bármi megtörtént, például egy ilyen isteni jelenlétben benne vannak csodák. És például nagyon vágyom arra, hogy állandósuljon az Istennek a dicsősége egy imádat alatt, és végre kihirdessek egy csodát. Mert nem én csinálom a csodát. Nem mi, te se, én se. Isten csinálja a csodát, de minket használ. És egy imádat légkörében felszabadul a szellemvilág arra, hogy te ott, itt és ott akkor csodákat élj meg. És ezért Isten bármelyikünket használhatja egy ilyen légkörben, hogy kiprofétálod a csodát, és megtörténik. Azonnal, ott és azonnal megtörténik. De egy olyan isteni jelenlét kell, egy olyan atmoszféra, ahol bármi megtörténhet. És ha bármi megtörténhet, akkor Isten ad olyan igéket, amelyek csodává változnak. Csodákat hoznak be az életünkbe. Az imádat Isten megismerése történik. Tehát soha nem fogod tudni Istent úgy olyan bensőséges módon megismerni, ha nem mész egészen közel hozzá. Vagy ebben a csodák légkörében, ebben a imádat légkörében megteremtődnek a csodák. Tehát nem olyan régen beszélgettem az Úrral, és még ezt el szeretném nektek mondani, hogy beszélgettem vele, és azt mondta, hogy nagyon sok debreceni csoda van raktáron. Azt mondta, hogy mondd meg a népemnek, hogy tele van a raktáraimnak egy része olyan csodákkal, amelyet oda akartam adni, de nem tudtam. De ott van, és várom a lehetőséget, hogy odaadhassam. Rajta van a neved, az neked van félretéve, az senki nem veszi el. Isten arra vár, hogy egy olyan atmoszféra szabaduljon fel, hogy ezt át is tudja adni. Dicsőség Istennek. Emlékeztek arra, hogy az apostolokon olyan isteni erő volt, hogy az árnyékába hittek, hogy jóval nem tudunk odaférni hozzá, de ha az árnyéka hozzáér, akkor meggyógyul. Páltról elvitték a zsebkendőket, mert azt hitték, hogy a teste olyan isteni erőt hordoz, olyan kenet van rajta, hogy még a zsebkendőt is átjárja az Isten ereje. Jézus ruháját ezért érintették meg. Mert azt mondták, hogy Jézus Krisztusban olyan isteni erő van, ő maga az Isten, hogyha megérintem a ruhát, már azon keresztül annyi erősz érint meg engem, hogy ott csoda fog történni. Tehát amikor mi Istent imádjuk, ez az érintés történik meg. Fölszabadul a lehetőség arra, hogy emberek úgy érintsék meg Istent, hogy itt és most csoda történjen. Kinőjön a lába, görbelábú, kiegyenesedjen, akinek a szeme egyik vak, lásson abban a pillanatban, fölszabadul. És ezt meg fogjuk majd tapasztalni, eljutunk erre a szintre. Mert Isten építi ezt az imádatot. Az imádatnak van dinamikája is, hitre, dicsőségre, erről legközelebb fogok majd beszélni. Köszönöm szépen. Tehát ma az apostoli gyülekezet imájáról, imádatáról, és arról az életről beszéltem, amely prófétai szót eredményez a szánkban. És nagyon érdekes, éreztem egyébként most egy húzást. Tehát most úgy éreztem, hogy így nem csak úgy, jókat mond, nem ezt, hanem úgy éreztem, hogy úgy a szívedbe hatottak ezek a szavak. Gyermekeket nemz az ige.
Van, aki azért szült gyermeket, mert meddő volt, és mindent megtettek emberileg, mégsem jött a gyerek, de egyszer csak azt mondta, legyen nekem a te beszéded szerint. Vagy azt mondta, Uram, nem értem, nem tudom, de legyen úgy, ahogy mondtad. És azonnal ott volt a lehetőség, és a következő együttlét során megfogant a gyermek. Azonnal. Azonnal. Isteni jelenlétben gyermekek vannak. Áldások vannak. És ezt Isten meg akarja nekünk adni. Ugye, mivel elment az időnk, ezért most csak arra hívlak benneteket, hogy hozzatok most egy döntést. Lesztek az Isten imádói. Nyilván, aki elindult az Isten imádatában, azokat hívom, hogy lépjetek tovább. Menjünk a következő szintre. Aki pedig még nem döntöttétek el, hozzatok majd döntést, szeretettel mondom, lennél az Isten imádója? Lennél egy szenvedélyesen imádkozó ember? Lennél egy olyan ember, aki hisz az imában? Hogyha ezt a döntést meg akarod hozni ma, hogy ebben egy előrelépést akarsz az életedben, kérlek, állj fel. Idénként te minek állsz fel, te szenvedélyes imádkozó vagy? Ja, még növekednek azt, még lehagysz itt mindenkit? Ó, erőszakosok-e az Isten országa? Hányan hiszitek ezt? Erőszakosok-e? Én többet akarok. Halleluja. Többet akarok. De most tényleg mindenki akarja ezt? Én nem vagyok hitetlen. Oké. Akkor ezért éreztem, hogy így eltalálta a szíveteket ez a mai igényedetés. Ezért éreztem ezt a húzást szellemben. Ez most úgy betapadt. Ez most úgy bement. Na most imádkozzunk. Benne vagytok abban, hogy kimondjuk az igét. Azt mondja az ige, hogy az atya, eljött az idő. Mondjátok velem a szót, hogy eljött az idő. Oké? Akkor nekünk most van ez az idő. Isten imádókat keres. És mindenki mondja el, Uram, itt vagyok, és úgy döntök, mindenki imádkozzon, és mondja el az Úrnak személyesen ezt, úgy döntök, hogy én akarok lenni a te imádókod. Mondd el ezt az Úrnak, a saját szavaiddal, úgy, ahogy tudod. Ahogy ki tudod fejezni, a saját szíveddel, őszintén, a saját szavaiddal, de legyen benne, amit kértem. Mert a Jézus bizonságtétele az Isten imádatában van. Halleluja. 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 És mondd utána még ezt is. Ugyan nem csak úgy döntök, Uram, hogy imádod, akarok lenni, hanem vezessel engem a prófétasság szelleméig, hogy prófétáljak a csontoknak, halott dolgoknak, élettelen dolgoknak a te nevedben. Hagy lehessek a te bizonságtevőd ebben a halott világban. Töltsd be engem a prófétaság szellemével. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Mivel nincs sok időnk, egy imádatot fogunk az Úr elé menni, megtennéd most, hogy teljes szívvel imádod Isten. Nem kell sok ének. Most itt van. Tehát a Szent Szellem itt van. Én végig a kezébe voltam. Most rólam a kenet, rátok száll. Halleluja. Most ti jöttök. Ti szóltok a mennyhez. Ti szóltok az élő Istenhez. Ti vagytok, akik hatalmasan bele kiáltotok a szellemvilágban. Imádjuk őt, gyertek. Imádjuk őt. Halleluja. Van egy kis gyakorlat most, nem bánjátok? Egy kis praktizálás. Egy kis gyakorlat. Lépjünk egy kicsit előrébb. Ahogy Istent elkezdted imádni az alkalom elején, megtennél, leszel szíves, hogy egy kicsit előrébb lépsz az imádod. Imádjuk őt. Halleluja. Halleluja. Gyönyörű ének, szuper. Halleluja. Jézus. Azért élek, Uram, csukd a szemedet, hogy veled legyen, és énekeld velünk ezt az éneket. Ha nem tudod a szöveget, akkor is meg fogod mindjárt tanulni egy pillanat alatt.
ki mondja, énekelje. Keret, figyeljétek, hogy jön, jön a keret. Halleluja. Teljesen átadjuk magunkat Jézusnak és a Szent Szellemnek. Neked őzöm, voltál a testem, az a vágyam, az a célom. Olyan, mint egy folyó. Ez a folyó nem ragad magával, mert nem egy fékezetlen, romboló, pusztító folyó, hanem az élet folyója. Van medre, és ebben a mederben vannak mélységek. És ezt ebben a folyóban úgy tudsz elmélyülni,
hogy nem várod, hogy ez a folyó elragadjon téged, hanem te lépsz egyre mélyebbre. És amikor egyre mélyebbre lépsz ebbe a folyóba, eljön a pillanat, amikor olyan mély lesz ez a folyó, hogy magával visz. Ezért valakinek ma a Szentlélek azt mondja, lép hittel egyet előre. És így mélyül az Isten jelenléte. Ne várd, hogy elragadjon, ne várd, hogy magával ragadjon, hanem te lépjél egyet előre. Így mehetsz a mélyebb vizekbe. Imádjuk még az Urat egy énekben, és ezt próbáld megragadni. Ne várd, hogy ez a folyó elragad. Hiszen még, hogyha kicsit tapasztaltad meg Isten erejét, akkor mélyebb vizekre van szükséged. És ezt a lépést te teszed meg, hogy előre lépsz hitben. És aztán eljön egy pillanat, amikor már olyan mély az Isten jelenléte, és olyan gazdag az Úr jelenléte, hogy egyszer csak felemel, és már visz magával. Halleluja. Dicsőség az. Lépj ma hittel előre. Próbáld csak meg, lépjél előre. És így fogsz megtapasztalni egy mélyebb isteni jelenlétet. Lépj előre. Lépj előre. Csak bátran. Mert jelenlétedből békesség árad, hívlak Jézus. Csak lépj, lépj előre, lépj, lépj, lépj előre. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden sötét függőség felett. Amen. Mert van remény és van teljes szabadság, hívlak Jézus. Halleluja, lép előre a szabadság. A neved élet, a neved gyógyír, neved erő. Láncokat törsz szét, tökik az árnyék, figyelj elő. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, a félelem és szorongás felett, a csökkenés vermőben szenvedők is. Hívlak Jézus, a neved élet, a neved gyógyít, neved erőm. Látókat törszít, szökik az árnyék, figyelj. A sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Az egész családomra ragyogjon fel a nép, Jézus. Hegytetőkről zengjen az utcán édesség, a sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét, az egész családomra ragyogjon felenét. Jézus, Jézus, a hegytetőkről zengjen az utcán hirdessék, a sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Egész családomra
szökik az ágyi fénye előtt. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden szív és gondolat felett, mert jelenlétedből békesség áradt. Hívlak Jézus. A neved élet, a neved gyógyi, neved erő. Amen. Láncokat tör szét, szökik az árnyi fénye. Elékeztünk az utolsó énekhez, és nagyon izgatottan várom a következő vasárnapot. Tudjátok, hogy miért? Mert most egy apostoli módon kiküldöm ezt a gyülekezetet a világban. Kezdjetek el imádkozni, szellemben harcolni, higgyetek az imában, és a következő napokat használjátok fel arra, hogy elkezdtek erővel imádkozni, és hatalommal imádkozni. És egy ilyen gyülekezet, amikor visszatér egy alkalomra, egy vasárnapi istentiszteletre, olyan imádat fog felszabadulni, egy imádkozó gyülekezet imádatából, amely meg fogja mozdítani ezt az egész helyet. Ezért most hányan fogadjátok ezt a küldést, emeljétek fel a kezeteket, kiküldelek benneteket imádkozni a világban. Imádkozni ördögi helyeken. Imádkozni problémás emberekért. Imádkozni, ahol szárazság van, ahol lelkileg nincsen semmi. Imádkozni azért, ahol megmozdíthatatlan problémák vannak. A Jézus nevébe küldöm ki az Isten felkent embereit, akik hisznek az imában. És mi mindannyian most vallást teszünk arról, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében megyünk imádkozni ebben a világban. És köszönöm, Uram, amikor a családokban megy az ima, amikor a belső szobákban megy az ima, köszönöm, amikor a villamoson megy az ima, köszönöm, Uram, amikor sétálva megy az ima, köszönöm, Uram, amikor a munkahelyeken, a négy szem közti beszélgetésekben megy az ima, köszönöm, amikor szellemben megy az ima, Jézus nevében kiküldöm ezt az apostoli gyülekezetet a világban, hogy mozdítsátok meg az imáitokkal a szellemvilágot. Jézus nevében történjen ez meg, és a Szentlélek kenete szálljon rátok, és aztán térjetek vissza, és mondjátok el, hogy mit tett Jézus, és imádni fogjuk őt. Isten áldjon benneteket, ez az utolsó dal, és térjetek vissza. Térjetek a következő vasárnap vissza, nagy erővel. Isten mit cselekedett az imáitok által. Dicsőség az Úrnak. Az Úr veletek! Eljöttél, szellemed itt jár, imádunk át, imádunk át. Eljöttél, láncok újnak már, imádunk át. Szellemed itt jár, imádunk hát, imádunk hát. Eljöttél, láncok hullnak már, imádunk hát, imádunk hát. Készült csodákat látunk, álmok válnak végre valóra, így lesz, Isten köztünk jár. Ott készült csodákat látunk, hajnalt épít szét a sötétet, így lesz, Isten köztünk jár. Eljöttél, meggyógyítottál.
köztünk jár, Isten köztünk jár, Isten köztünk jár, Isten köztünk jár, Isten köztünk jár. Akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is harcolsz értem, te akkor is harcolsz értem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is harcolsz értem, akkor is harcolsz értem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is harcolsz értem, akkor is harcolsz értem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is harcolsz értem. Akkor is, ha nem látom, nem érzem, akkor is harcolsz értem, akkor is harcolsz értem. Úgy készül, csodákat látunk, álmok várnak végre valóra, így lesz, Isten köztünk jár. Isten köztünk jár, 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 Isten köztünk jár. Halljátok be őszintén, hogy alig várjátok, hogy kimenjetek a gyülekezetből, és kipróbáljátok. Szenvedés, erőteljes imá. És elképzeltem itt a helyemen, hogy lehet, hogy valaki értem fog imádkozni, és azt mondja, egész héten imádkozik. Józsefet, Uram, kent fel, áld meg, törzs be a tekeneteddel. És jön vasárnap, és nézi, Uram, most tedd meg? Elvárom, hogy az az ember kétszer jobban prédikáljon. Elvárom, hogy még több rémát mondjon. Ó, de jó lesz. Így imádkoztak, így küldünk benneteket, ahogy hallottátok, és visszatértek, és ebből lesz az igazi imádat. Ebből lesz egy erőteljes, nagyon igazi, még mélyebb imádat. Isten áldja meg benneteket, így befejezzük. Jó, az is befejezzük. Vagy még akarsz egy éneket? Jó, ez a kimenekedésnek az éneke lesz. Isten áldjon benneteket, adjuk egy tapsot Jézusnak. Ő a hatalmas Istennek az imákra megmozdul. Halleluja. Megmozdítjátok az Isten kezét az imáitokkal. Illés napja újra eljött, és hirdetjük az új szavát. Mózes szolgált napja virrat, újra igazságot erre állt. Sok még a gond és a próba, és
kétség, sötétség és harc. De bátran kiáltjuk hát a buszárkon, jön értünk Jézus hamar. Közel van már, megpillantjuk őt, felhőt felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, emeltve hangodat, Sion heléről jön a megváltás. Ezért ilyen napjait éljük, a száraz csontokra húzd a pad. Ma Dávid szolgád napját látjuk újra, helyreáll a dicséretem van. Aratás napja jött el, a mezők már fejlődenek. Hát lássátok meg, amit Isten készített, ő az Úr a városunk felett. Közel van már, megpillantjuk őt, a felhőt felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, hát mert felhangodat. Sion helyéről jön a megváltás. Közel van már, megpillantjuk őt, a felhőt felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, emel fel hangodat. Sion helyéről jön a megváltás. Nincs senki hozzám méltó. Közel van már, megpillantjuk őt, a felhő felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, emeld fel hangodat. Sion heléről jön a megváltás. Közel van már, megpillantjuk őt, a felhő felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, emeld fel hangodat. Sion hegyéről jön a megváltás. Közel van már, megpillantjuk őt, a felhő felszáll. Szólnak a trombiták, bátor légy, emeld fel hangodat. Sion hegyéről jön a megváltás. Bátor légy, emeld fel hangodat. Sion hegyéről jön a megváltás. Amen.